getting 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 jó, Nagy szeretettel mindenkit, ez itt a Szorító Podcast szokásos évvégi Star extraja, hiszen ez már gyakorlatilag hagyomány, hogy minden évben érkezik ebben az időszakban valami Star Warsos kontentünk, hiszen eddig mindig volt vagy nagyfilm, vagy kisfilm, vagy minden, ami szemszájnak ingere tavaly, meg ugye volt Mandalor, amiről kevesebbet beszéltünk, mert a doktor Muffurc volt tőle, de az idei évadról a doktor úgy döntött, hogy kicsit többet akar Muffurcról beszélni, ezért fogunk beszélni egy teljes epizódnyi Mandalorit nektek. Én Bárt és velem van a doktor is. Sziasztok, az erő legyen veletek, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit, így az év legvégén, mert ha minden igaz, szilveszter van, amikor megkapjátok ezt az adást. Ha minden jól megy. Ha minden terv szerint alakul, igen. Igen, ez egy érdekes podcast lesz most, mert két nagyon különböző nézőpontból fogjuk megközelíteni a Disney Plus Star sorozatát, a Star Wars Mandalorian-t. Ugye Fi az a fajta rajongó, aki a többséghez hasonlóan imádja ezt a sorozatot. Én pedig az a fajta rajongó vagyok, aki igazából a megjelenése óta folyamatosan próbál rájönni, hogy miért is nem tetszik neki ez a sorozat annyira, mint a legtöbb embernek és igazából számomra ez jelentette az utazás legnagyobb részét, megérteni, hogy miért nem jön be a Mandalori. És egy pár elméletünk van arra, hogy miért nem, nem tudom, hogy publikussá fogjuk -e tenni, vagy nem, majd meglátjuk, de pár igen személyes részletre derült volna a doktor szihével kapcsolatban, hogy miért nem tetszik neki a Mandalori. Hát ugye neked már az első évad is bejött, úgy Igen, tudom. igen, igen, én nagyon imádtam, a, sőt gyakorlatilag az első képkocka is, amikor gyakorlatilag a Mandalori megérkezik hogy uh, a mandó megérkezik a, a jégbolygóra, a kocsmába, és ott megvettek kilóra, az nekem olyan volt, mint amikor, ö, mennyi voltam? Öt évesen először láttam az új reményt, és megérkezünk a kantinba, Mos Szóval nekem ó, már ott húgd és kész, végen van. Az első évadról egyébként beszéltünk, bár nem túl részletesen, a Szorító Kora című Szorító Podcast extrában, amit megtaláltok természetesen a Youtube-on az extrák között. Az egy jó és... negatív adás lett, mert mindent fikázunk benne, ami létezik. Hát igen, mert a Skywalker korától nem voltunk annyira elragadtatva, és ugye az De volt nem. Annak az adásnak a fő témája. És, és ugye már akkor is kerestem az indokot, hogy miért nem jön be is. Az első évad kapcsán igazából olyan dolgok jutottak eszembe, hogy nem nekem találták ki a főhőst, ugye a maszk mögé rejtőző szófukar embert, Uh, nagyon bírtam, hogy a második évadban kapott olyan kritikákat a mandó, hogy túl sokat beszél. You <laughs> talk elő... too much. You never shut <laughs> up. ugye, ahogy a mondják. <laughs> igen, igen, előfordult ez a kritika, hogy, hogy hirtelen túl sokat kezdett a mandó beszélni, meg így néztem, hogy what the fuck are you talking about? Na most ugye, srácok, én meg alapból ahhoz vagyok szokva, hogy amilyen sorozatokat én életemben néztem, azok gyakorlatilag mind a beszédről szólnak. Legyen az a Doktorhu, a trónok harca, amíg vakvágányra nem futott, akkor az agymenők, vagy a Sherlock, vagy bármi, mindegyikben excentrikus, nagydumás fazonok viszik a primet. És, és, még hogyha a főhős nem is annyira excentrikus, mint amennyit az én ízlésem megkívánna, akkor is szeretem az ilyen vicecrackelő embereket, nem tudom, hogy erre mi a jó magyar nem szó, tudom. mint egy mint egy, mint egy a Jurassic Parkban, vagy mint egy Han Solo a Star Warsban. Tehát én, én abszolút ezeket a figurákat szerettem, és a, a maszk mögött szófukaran vívódó karakter, mint a Mandó, nekem főhősként abszolút nem jött át és a másik meg a, a a környezete volt ugye az első évadban, a fejvadászoknak a körei, a Star Wars-nak az alvilága, ezek mind olyan dolgok, amik nekem annyira nem birizgálják meg a fantáziámat. Mi történt? Nem tudom. Nem tudom, doktor. Doktorból szuper kis doktor lett. De nem tudom miért. Meg hogy. Hát jó, ilyen is. ó. Teljesen megbolondult a felvételünk. Á, nagyon jó. Kis technical difficulties, ahogy szoktunk. Megsértődött a, Bat. megsértődött a program, amiért nem tetszik igen, a igen, igen, hát majd ennyi, egy kicsit megigazítjuk az egészet, tehát ez van. Jesus fucking Christ, túl sokat livestreameltünk most már, és ilyenkor az meg bejön az, hogy azonnal tudunk javítani, mert már használjuk a programot elég hozzá, elég ideje hozzá, hogy tudjuk, hogy mi a gond. Váll. Ez most a bélyegkép, doktor. Igen, a bélyegkép, doktor. Tessék, visszakaptad a nagy méretedet. Én végig eh blooper parádé. De benne hagyjuk, mert benne hagyjuk. Felengettük. E e e 2020-at teljesen leírta ez a bár pillanat Bazmeg srácok. És igen, láttam a kommentet, hogy szeretnétek Bazmeg számlálót. Ez egy kicsit nehéz lenne megoldani, de majd megoldjuk egyszer. <h sticky> Na, szóval éppen azt mondtam, hogy a Star az alvilága annyira nem birizgálja meg a fantáziámat. Én jobban szeretem azt, amikor ilyen nagyobb galaktikus tétekben játszunk, meg az erővel kapcsolatos dolgokat a Star szól. Egyszerűen az első évad kapcsán ilyen dolgokat tudtam felhozni. És aztán jött egy második évad, ami... Mm, hát jobb is volt bizonyos szempontból nekem, meg nem is. Nem tudom, tehát a két évadot összehasonlítva, te állsz vele. Hmm. Az, amit te hiányoltál az első évadból, a karakterfejlődés, mert a karakterdráma itt szerintem sokkal jobban előjött. Főleg az évad második felében, ugye, a, tényleg meg az egész e, dinamika, amit egyébként ugye már az első évadban is feltételeztük, hogy valószínűleg az lesz a, a sorozatnak az egyik fő központjában, hogy mit jelent Mandalórinak lenni. Az abszolút kijött a második évadban. Ugye szépen, ugye Jim megkapta az arcába, hogy a Mandalórik leveszik a sisakjukat. What the fuck? <laughs> Ugye meg ilyenek, szóval abszolút tényleg így jöttek elő olyan dolgok, amit vártunk. Nekem jobb volt a második évad, szerintem jobb volt, mint az első. Az első az tipikus ilyen bemutatjuk a világot meg egy kicsit, bemutatjuk a szereplőinket, és a második egy kicsit jobban rányomott a gázpedára, abszolút. Ami mondjuk néha avval járt, hogy több volt benne az akció mint az első évadban, ami azért kicsit húztam rá a számat, de hát ez van. Igen, rengeteg-sok akció volt igazából a, a Mandalóriban. Nem tudom, megyünk részekre lebontva, vagy beszéljünk előtte egy kicsit globálisan az egészről? Hmm, mehetünk részekre is, és akkor a végén beszéljünk globálisan összefogva. Jól van, rendben. Mert ugye hol kell minden Star Wars történetet kezdeni, ugye? Megyünk a kibaszott tatuíjra. Mert mindig a tatuíjra megyünk. <laughs> Ahhoz azt... képest, hogy a legfélre első porfészek a galaxisban feltűnően sokszor útba esik. Igen. Azt a, azt a régi ígúba is retteltesen szerettem, hogy valahogy mindig elkerültünk valami olyan bolygóra, ami ilyesmi. Vagy a tatooine vagy az endorra, vagy a Faszomra. Ilyen izé, kis bolygóra, ami tényleg így a, a sztori szerint a seggiben van a világ végén. <laughs> az első epizódnak az első fele az kifejezetten tetszett. Ugye Gamorai Pankráció. Azt yes! Úgy. Mivel kezdünk? Gamorai Pankrációval. Persze. És Dive-val. Esnek Dive. Igen, Gamorai Dive-val kezdünk. Uh, szóval, amíg eljut a mandó Tatúnyra, meg a Moszpelgóba, úgy, úgy emlékszem, hogy hívták igen. a települést, és találkozik ugye a, a Marshall-lal, aki azzal indít, hogy leveszi a sisakot, és mindenki what the fuck. <dive> imádtam azt a pici karakter munkát, amit ugye a jó Pascal berakott a karakterbe, hogy egy pillanatra megfagy. Ugye a jó mandó, hogy na most ez mi a fasz? <laughs> Nem is vagy igazi mandalóri, mi? Szóval addig a jelentik bezárólag, amíg ott a kocsmában találkozik a marsallal, és aztán elindulnak, és vannak ott a flashbackek arról, hogy a marsall beszámol róla, hogy mi történt a Tatóinnal a birodalom bukása után, ami ugye ilyen kiváló lór dolog, eh, addig élveztem. És aztán a rész második felében eljutottunk odáig, hogy meg kell ölni egy kibaszott krajcsárkányt azért, hogy egy isten mögötti putri lakóinak ne kelljen arrébb költözniük száz kilométerre. Na azt a, a szí... részét meg halálosan untam. A sivatagban, ugye? A sivatagban, ahol minden minden ugye olyan jó, persze, azért nekem egy kicsit ez a szívemnek közel állt, mert ugye pár olyan korábbi Star Wars content, amit kifejezetten szeretem, az is hasonló dolgokkal operált, ugye, akár a Knights of the Old republic is van ugye pont egy ilyen küldetés, hogy meg kell ölnöd egy Kreid sárkányt, meg ugye az általam nagyon kedvelt Kenobi regényben is ugye pont ez a klimax, ugye, hogy obi vannak, ugye meg kell küzdenie szintén egy a döggel, szóval és ugye abszolút imádtam azt a pici részletet a végén, ugye, hogy megtalálják ugye a gyöngyöt, ugye a sárkánynak a gyöngyét, a buckalakók, és így teljes extázisban örülnek neki. Ugye már ugye a régi kánonban ugye abszolút az volt ugye a buckalakóknak az egyik ilyen felnőtti hatási szertartása, ugye, hogy meg kell szerezni ők egy ilyen gyöngyöt egy sárkánytól ez nekem egy kicsit azért hazaütött. Meg, meg maga a sztori is, mert ugye ez például ugye benne volt ugye a, a, az utóhatás is, ugye ez a Most sztori is, meg a bizonyos szempontból regényben is benne volt ugyanez, ugye, hogy ö, hogy mentik meg kopfent ugye a, a javák. Szóval az pont egy ilyen érdekes kis adalék a, a Szóval ez abszolút jó mm. volt nekem. Hát nem tudom, az első felét, meg így kicsit az univerzum építést, az univerzum áttérsztoriának az építését az bírtam. De azt, hogy aztán arra vezettük ki az egészet, hogy fogjunk össze a taszkerekkel, és öljük meg a Krajcskárányt, azt a közel 25 percet rettenetesen untam abban a részben. <gül> <gül> és <gül> majd erre visszatérünk később, amikor majd kicsit így globálisabban beszélünk az egész évadról, hogy mi is volt ezzel a bajom, bár a szorító live-okban egy kicsit már utaltunk erre. Jep. À, akkor ugye utána, miután megöltük a sárkányt, ugye megkapja a Boba Fett ármolt, ugye a, a marsaltól, és elindulunk vissza, ugye Mosaisliba. Csak hogy közben ugye jó második rész elején megtámadják a Mandalorit. A, az, hogy mondjuk magyarul ezt a robogóján, mert máshogy nem lehet lefordítani ugye a, a hogy a lór hívja és akkor utána ugye gyalog kell visszamennie, és arra is ki adva mindenki, hogy hogy a faszba tesz meg valaki e, a sivatagban ennyit gyalog. Bakker, srácok, halljátok, amikor leveszi a sisakját. A mandolónak a sisakja ugye pressurized, ugye az nyomás alatt van. Szóval ezért tud menni. Meg ki tudja? Lehet, Én. hogy van italtartály is benne. Ami a pifiéből csinál inivalót. Az. Aztán elbaszódik, és szólnak neki rádión, hogy Mando, you will not have the drink. Ugye, Raikön erre utálva. Ja. Kis forma, Nem egy így. referencia, mert így mindig van. kell. Csak megtalálkozunk a legfurcsább lényen az egész évadban, ugye a rettentő nagymértű hongyával, amivel kártyázik a helyi <laughs> szervizes nő, aki eljutatja a frog Ladyhez. Ami szintén ugye, kicsit érdekes, hogy ö, ugye, fényalati sebességgel kell utaznunk rendszereket. Ami kurva sokáig tart! Ugye? Van, vannak itt problémák. Az a második rész nekem a totális filler epizód volt. Ha, egyébként persze! Persze, hogy ez a eljussunk A-ból a a b be csak nem egyből akarunk eljutni A-ból a a b be hanem közben mutassunk valamit. Az a békanővel, meg a tojásaival, meg aztán a pókokkal ott azon a bolygón, ez, ez nekem a tipikus filler epizód volt, és borzasztóan untam az egészet de így az egészet. És akkor ott volt az, hogy baba oda meg, megeszi a tojásokat, és attól cuki. Én nem tudom, a vegán lobby mennyire utálhatja ezt a sorozatot egyébként? Igen, mert az első évadban meg egy békát cummog be így szépen bébi oda, de utána kiköpi egy pár részlet később, szóval na. De meg megölték azt a szerencsétlen szörnyet az elején már azért, hogy a dzsaváknak odaadják a tojását. Igen, igen, igen. Meg most a nagy pókot is megölték az x szóval. Mennyi, mennyire vagy Star Wars nőn, amikor a, a hajtű, hajtómű hangról meg tudod azt állapítani, meg a blaster hangról, hogy egy x-szárnyú van valahol a barlangban? Egyébként marha jó, hogy ezt felhozod, mert ebbe a sorozatba uh, hangtechnikailag berakták az összes hangefektet, ami valaha megfordult a Star Wars-ban. De le, így az összeset. Ugye, Brettnek, ugye, Brett Burtnek, a eredeti hangmérnöknek az összes hangdesignet berakták, ami létezett meg újra felhasználták, tehát benne volt például az atatoknak, az éti étiknek, na, jobban mondva, a csaszogása, meg minden szar, amit On, el lehet képzelni. Onnan tudod, hogy régi rajongó, és hogy még atatnak hívod, ugye? Mielőtt még, még kijött a hivatalos pronunciation, ugye? Nekem az atat. Igen, meg a fél internetnek is, akik 25 év fölött vannak, vagy 30 fölött, ugye? Yeah. na. Jó. Hát, Ugye az pont ebben a részben volt, amikor meg egy kiemeli az ETIT-ből átalakított ö, mi az Darua Razor Eztán eh. Aztán mehetünk tovább, ugye fénysebesség alatt a következő bolygóra, ugye. Ugye, ami a utód címet viselt, mi a herest, hogy fordítsuk szépen magyarra. Az örökös nő. Örökös, inkább örökös nő, igen. Uh, és akkor ugye végre találkozik a mandónk jó pár igazi mandalórival is, és ugye szépen megingi a kalka, mint a kakukosóra, hogy ezek leveszik a sisakjukat. Köztük a jó Sasha Banks. Így van. Aki, mint Mercedes Varnado szerepelt ebben a sorozatban. Az a Döbi -döbi nem is tetszett túlságosan. Igen, igen valahogy így nagyon pushmognak, meg csöndben vannak arról, hogy ugye jó, Sasha a teljesen a égisze alatt boltolta le magának ezt az üzletet. Azon kívül? Igen, 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 igen. Nem az égisze igen, alatt, hanem azon igen, kívül. Igen. Az égiszen kívül, igen. És így hmm. teljesen teljesen kivarrákat rájtok a WWE ilyen szempontból. Hát, na. Igazság szerint ebben a részben nagyon fellelkesültem, amikor ugye pont, pont annál jelentnél, amit te mondtál, hogy ugye találkoznak Bukatánnál meg a többiekkel, és, és leveszik a sisakjukat, és akkor gyakorlatilag szembesülünk azzal, hogy hát eltérő mandalóri kultúrák találkoznak itt egymással, és mondtam magamnak, hogy basszus gyerekek, végre egy érdekes téma. Csak sajnos ebből nem lett semmi a rész további részében, tehát megmaradt annál, hogy Bókatán közli, hogy ja, persze te az, az őrségből vagy, Bla, bla, bla. Egy, az egy vallási szekta. És az egy vallási szekta. És ez az, az, az a rész hátra jövő részében ez ennyiben is marad, mert megyünk tovább oda, hogy hát, szükségem van információra tőletek, nem adjuk meg ezt az információt neked csak akkor, hogyha segítesz nekünk a küldetésben, elmegyünk megcsinálni a küldetést, lehentelünk pár almoztagost, és akkor utána megmondom neked, amit tudnak kell. És tehát itt megint az volt, hogy volt, volt, volt ennek egy olyan érdekes történet száll lehetőség ennek az epizódnak, ami érdekelt volna, és nem kezdtünk vele semmit, mert inkább mentünk stormtroopereket hentelni az űrhajót. Igen, az egy kicsit, azt azért mondjuk, ha itt mondjuk nem úgy, filoniek nem úgy határozzák meg az irányvonalat, hogy itt elválasztjuk ugye, ugye Bókatántól ugye a jó mandót, hanem hogy itt így folytatjuk tovább azt, hogy elkezd tanulni a, a, régi mandalóriakról, meg az egészről, meg nem, a, meg nem ami az őrség, meg nem ami az, izé, ugye a, a, szekta, meg ilyenek, az egy egész érdekes vonal lett volna, csak ugye teljesen más megyünk el. Hát Bár olyan... ugye a... igen. A második felébe is volt ugye érdekes dolog a részben, ugye, hogy hogy kezd el a birodalmi maradvány el force, first orderesedni, ugye elsőrendesedni. Ugye, hogy a, a Gazanti cruisernek a kapitánya szépen lelővi a pilótákat, aztán pedig ugye saját magával is végez, mielőtt kihallgathatnák rendesen. Birodalom radikalizálódik. Ki hitte Igen. volna, hogy ilyen megtörténhet? <laughs> Minő meglepetés, amikor egy több ezer éves Citrennek a főnök irányította ideket ezek éveken keresztül. Ugye. És akkor ugye megvan ugye az első népdropunk, ugye, hogy a Jedida hogy hívják, hol lesz? Korgusz a Ugye, és a kapjuk meg, ugye, hogy őt kell megtalálnod. De, ugye, ahogy nagyon mindenki jól sejtette, majd berakunk ide is egy filler részt gyakorlatilag, ugye, mert visszamegyünk a, arra a bolygóra, ugye, ahol a... Navarro, vagy mi a neve? navarro igen, a navarro ahol az első évad nagy, nagy része játszódik, mm. és el kell foglalni ugye, egy birodalmi létesítményt itt is, ugye, hogy tovább menjünk a, a küldetésünkben. I see a pattern here. <laughs> Igen, na most ennél a résznél igazából megint úgy éreztem, hogy itt volt egy nagyon érdekes lehetőség, amikor elkezdték kideríteni, hogy ez a bázis ez nem egy egyszerű felderítő bázis, hanem valamit itt kutatnak meg, kísérleteznek vele. Csak ugye ez már azután derült ki, hogy beindították a bázis elpusztítását a reaktorteremben, így leginkább pucolni kellett onnan, és nem utána járni, hogy mi is ez. Uh, itt itt megint, megint egy olyan érzésem volt, hogyha ennek a résznek inkább, ennek a, ennek a kutatóbázisnak a felfedezése, uh, lenyomozása a témája, akkor sokkal jobban értékeltem volna, mint azt, hogy megyünk és lerobbantjuk. Hó, lehet, hogy ez többről szólt, mint eredetileg képzeltük? Na mindegy, most már úgyis felrobban pucoljunk innen. <laughs> Igen, egy kicsit ilyen hánszóló üzemmódba kapcsolt a, a sorozat, abszolút szóval, hogy majd fölrobbantjuk, az mindig bejön. Igen. És ugye kiderült, ugye, hogy a gyereken tényleg azért, ugye a gyermeken tényleg azért kísérleteztek, mert magas az M száma, ugye. Mindig tartalmú vérrel kísérletezett a doki. Csak, csak visszacsempészünk egy kicsit a prikvellekből is, ugye, amit mindenki utál, ugye az egész mindig is tutszott, az egész internet utálja, de csak visszacsempészünk abból is egy kicsit. önmagában ez a negyedik rész, akció terén kifejezetten tetszett, tehát itt igazából színes volt az akció, mert eh, elég különbözőek voltak hozzá a karakterek, akik szerepeltek benne, ugye az öreg CS fejvadász a kara, meg a Comic relief reliefnek magukkal hozott egykori <tessz> ügyfél. <tessz> ügyfél. Így <tessz> is hívhatjuk, meg a célpontot. <tessz> uh. Szóval akcióterén tetszett ez a negyedik rész, csak megint itt is azt éreztem, hogy sokkal többet ki lehetett volna hozni előbből is. Ugyanúgy, hogy a harmadik részben a, a meg a más mandalóri kultúraszából, ott úgy éreztem, hogy itt ebből a laborbázis bázis is kicsit utána lehetett volna menni, akár azon az áron is, hogy 10 perccel hosszabb az epizód, nem lett volna még szerintem túlzás, és akkor valamivel több történetet kapunk, de nem, itt végül is itt is az lett, hogy üldözés a, a meg, meg robbanás, meg hentelés, meg, meg ilyenek. Azért amikor a TIE Fighter megjelent, azért megilliba bőrös lettem, az a hang még mindig zseniálisan király. Mert TIE Fighter Mark vagy, azért! <laughs> Persze, de az már kérdés. <laughs> Meg, meg bírtam, hogy itt is elkezdtek visszacsempészni mindenféle ilyen dolgot, például amikor ugye Baba Yoda ül az osztályteremben, és beszélnek ja. a galaxisról, meg a bolygókról, hogy oké, okay, Koruszánt volt a régi köztársaságnak a, a fővárosa, és most Csandrila a fővárosa, a klasszikánon szerint mondmotmának a a szülőbolygója, tehát a, úgymond a, a lázadás vezetőjének a, a szülőbolygója, úgyhogy Uh, ugye volt ez az, az interjú, amit beszúrtál nekem pont tegnap Filónival, hogy mi a kedvenc része a munkájában. Igen, és közölte, hogy a régi Kánonból becsempészni bizonyos dolgokat az újba. És azt rettentően sokat látjuk, ugye? És ugye nem csak a Mandalóriban, hanem a Clone is, meg mindenhol, ami létezik, ugye a rebelzbe is. Ugye mm. a nagy kék barátunk, ugye, ami még elő fog kerülni. És akkor jött ugye az a rész, amit ugye jó Filoni is írt, ugye, megrendezett, ugye a Jedi, és erre írtam be Discordra nektek, hogy nem lehetett volna ennél finomabban közölni, hogy mi lesz az a rész témája. De... ez a rész szerintem a kedvencem volt a két évadot tekintve. Ez a, ez a kettő perőt, ahol megkaptuk Ahsoka Tano élőszereplős debütálását. És kifejezetten tetszett, ugye, hogy Na, mindenki ezen problémázik az interneten, és nem értem miért, ugye, ho, hogy ugye nem ilyen misztikus izé lényként kezelik a jetiket, és miért? Amikor 19 évvel, vagy nem tudom mennyi, 24 évvel korábban még ugye izé 10 számra voltak. De basszeg, ez egy buzi nagy galaxis. Pont most olvastam kisrácok a három új Strong kötetet, és abban mondja például Anakin Strongnak, hogy a külső vidéken, ugye a Premvidéken, meg a külső gyűrűben, már akkor is Jedi, a Jediket ilyen mitoszként és legendaként kezelték, hogy túlzás. És ez az, az a régi kánonban meg még jobban le volt fektetve, amikor elmentünk ilyen tényleg ilyen külső gyűrű sportfészekre, ahol életükben nem láttak még Jedit. És nem hitték, hogy ilyen, nem hitték el, hogy ilyet valaki tud csinálni. Szóval egy, á, egy átlag izénak, aki nem a belső magban, meg nem a gyűrű, belső gyűrűben euh, élt, aznak basszus tényleg ez. Szóval, ők életükben nem láttak még Jedit közelről. És kifejezetten tetszett az a, a résznek a nyitánya, hogy basszus úgy mutattuk be Ászokát, mint egy e, ilyen horrorfilm szörnyetegét, ahogy kb. levadászott mindenkit. Zseniális <tosz> volt egyébként. Mert hogy egyébként belegondolsz, ha ott lennél egy ilyen fölbérelt zsoldosként, aki, ahogy szépen eltűnnek mellőle az a társad, és nem látsz semmit, akkor pont ezt a rémletet éreznéd, ami abban az öt percben benne volt. Bár mondjuk azt vártam, ugye, amikor hogy a, ugye, a magisztrátus mondja neki, hogy izé, Jerry, és akkor vártam a visszaszólást, hogy azt a közölje, hogy én nem vagyok jedi. Egyszer jedi vagy, mindig jedi marad. Ja. Kész. Yep. Nem tudom, én egyszerűen örültem annak, hogy végre jön egy olyan karakter a műsorba, akit kifejezetten szeretek. Mert ugye erről beszéltünk nektek a live-ban, de legyen teljes a, az összefoglaló, itt is elmondom, hogy ugye amikor először hallottam tizenpár évvel ezelőtt Aszókának a karakteréről, akkor ez volt az első reakcióm, hogy ez micsoda hülyeség? Mi az, hogy Anakin kap egy padavant a Clone Wars-ban, meg... meg Szóval, szóval ez egy fasság, ez a karakter. És aztán, amikor később elkezdtem évekkel később megnézni a Clone wars akkor a szókának a karakterét én instant megkedveltem, még abban a korban is amit egyébként többen szidnak amikor még nagyon ez a szájalós tini csaj volt a ugye az első évad elején, amikor ezt, Ami, ezt sokan a... megkritizálták hogy milyen volt, de nekem már az az a szóka is bejött. Ami, amiről ugye filoni lenyilatkozta, hogy az szendékos volt mert tudtuk, hogy utálni fogjátok mert pont ezt utáltátok Anakinban is <laughs> ugye Úgyhogy én már azt az aszókát is kifejezetten szerettem, és aztán később a sorozatban még inkább, és és tényleg nagyon fel voltam arra spannolva, hogy jön az élő, szere, élő debütálása, a amit egyébként szerintem Rosario Dosson kiválóan lehozott. Tehát tényleg Asokának a mozgása, a harci stílusa, minden benne volt abban, ahogy megjelenítették. E, és, és tényleg egy olyan karakter volt, aki, aki rezonált velem valamilyen szinten, nem úgy, mint ahogy a sorozatnak amúgy az állandó karakterei szoktak. Akarok olyan uh, háttéranyagot látni, ahol ezt Filoni beszél erről, hogy milyen volt neki élőben látni azt, amit gyakorlatilag a lánya. Mert ugye, hogy gyakorlatilag 15 éve egyengeti azt a storyt, ami ugye a szó van. Szóval arról mindenképpen akarok interjút meg háttérsztorit, mert az biztos, hogy zseniálisan jó lesz. Nem abban a részben mindent tetszett, ott a környezeti környezet is, azzal a nagy kipusztult erdővel Mer, mert, mert megint ugye, hogy, ugye, hogy csinálod meg, a, hogy fordítod meg az elvárásokat? Ugye arról beszélünk három évadon keresztül, vagy három részen keresztül, hogy el kell mennünk a korvuszra, ami erdőbolygó. Mit vártál? Mindenki át? látja maga előtt az Endort kb. Az Endort, vagy a Kasikot, vagy bármelyik ilyen másik erdőbolygót. És mit kapunk? Bazzeg egy Mustafárt. Zseniális. Nagyon jó volt. Ugye, és megtudtuk, meg a... megtudtuk Baba Joda nevét. Így van, a zseniális Grogud. <laughs> Miért mi román neve van a bébiodának? <laughs> Nekem folyton azt jutott eszembe róla, hogy iszákos kalózok nevezték el, mert ugye Grog. Ja, igen, az meg a másik valószínű, igen, 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 igen. És ugye ő neki a templomban nevelkedett, és már megvolt egy eléggé kiterjedt képzése a templomban. Csak ugye a 66-os parancs alatt valaki kicsen pészte a templomból. Ami egy megint érdekes lehetőséget nyit meg a későbbiekben, hogy ki csoda csinálta ezt, meg mi csoda csinálta ezt, amit előre lehet ugye terjeszteni. Nem tudom, mondjad. Meg a résznek a második fele tetszett kifejezetten, és nem csak a elfoglaljuk a várost és a teljes kulaszava, leborulás kuroszava előtt, és minden, ami benne a Seven samurai meg az összes egyéb ilyen uh, szamurái filmben előjött, meg a Western, meg minden, uh, hanem a, a, az a párbeszéd, ami lezajlik ugye mandó és uh, asszóka között arról, hogy miért nem taníthatja Grogu-t. Ugye, hogy még a legjobbat is széttépet közülünk, ugye? Mert ugye itt már túl vagyunk azon, hogy a meg megtudja azt, ugye, hogy véde Anakin, és ugye a rebels megvan a pár ugye a, azt hiszem a Malakorra mennek, ami szintén ugye ismerjük valahonnan azt a nevet. Szóval már túl vagyunk azon is, szóval hogy látta tényleg, hogy mire képes az érzelmek meg a félelem egy kifejlett és felnőtt és a legjobb zsedivel, amit valaha csinált a rend. Szóval kifejezetten tetszett ez is. És a szóka pofázik erről. Igen, igen. Szóval azért ő sem volt éppen az a túlságosan visszafogott Jedi palánta. Nem, 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 nem bizony. Nagyon jó egyébként. Meg ugye a, ugye a gyönyörű félmondat, ugye, hogy a tehetségképzés képzés nélkül semmit nem ér. Ebben most nem, enjünk bele. nem, nem közöttünk menjünk bele. Egy, ez egy régóta fennálló vita a Star Wars univerzummal kapcsolatban. Igen. Igen, fogalmazunk úgy. Igen, mert bárfi abszolút emellett a képzés pártján vál, hogy ez hozza ki az emberekből az erőpotenciát, én meg mindig annak a pártján vagyok, hogy nem, hanem a, a Jedi agymosáshoz, meg a fegyelemhez kell itt több évtizedes képzés. <laughs> Igen, ez egy elég, elég hosszú vita nálunk, gyakorlatilag amit a Star Wars-ról beszélünk, ez eléggé fönnáll. vagy Star wars konkrétan nem magáról, mint Star Wars, hanem mint téma, beszélgetünk egymás között, akkor ez elég óta, régóta fönn van. Köztünk legalább egy hat éves vita. Szóval, ja. De nem, tehát ez a, ez a része kifejezetten tetszett. Tehát itt megvolt szerintem az egyensúly az akció és a sztori jelenetek között is. Tehát Ashokának a a jelenetei a Mandóval és Bébiodával legalább annyira fajsúlyosak voltak, mint az, mint amikor elmentek végül a Mandóval felszabadítani a várost. Nekem az van meg egyébként benne, amikor ülnek a melegítő lámpás mellett a bolygón, és gyakorlatilag csak be, mentálisan beszélget, ugye a grogúval, és a mandó meg nézi hát az annyira zseniális egy kép volt megint, meg annyira minden pórusából uh, szivárgott kifelé, hogy ezt fillónyt mert annyira klónvárszos volt, hogy ez ami elképesztő. Gyakorlatilag, srácok, ez az epizód, ha animációban van megcsálva, akkor egy az egybe belefér a klónvárzba. Hm. Aztán ugye a végén jó, jó volt a párharc is, ugye a beskár lányzsával, meg azok a, yep. a fénykardjaival, és ugye jött a végén a name drop. Me, meg, ahogy... ugye vissza, meg visszahoztuk a beskárnak azt a tulajdonságát is, ami benne van az EU-ban évtizedesen, ugye, hogy a beskárt nem vágja át a fénykard. Igen, és megjött a name drop is. Hogy? Yep. Hol van trónfőadmirális? <laughs> Hol van a mestere trón főadmirális? Egyébként, amit le kellett volna egyébként vágnom, mert ugye a magisztrátusnak a vállapján, ugye a kimérának a, a izéja van, ugye a címere, szóval le kellett volna vágnom, de nem vágtam le. <laughs> ugye a hetedik flottának ugye az insigniája. Szóval előbb-utóbb meg fogjuk kapni a nagykék kék barátunkat euh, élőszereplős verzióban is. Ugye, ami valószínűleg az Asszókasz lesz a fő témája. Továbbra is mondom, sok sikert a castingosoknak, hogyha egy yep. arra alkalmas trónfőadmirálist akarnak választani, mert ott azért nagy a kihívás, é. hogy azt a karaktert meg tudják jeleníteni, mert nem tudom, hogy a nézőink közül vannak-e olyanok, akik abszolút nem Olvasták, vagy látták szront akár a könyvekben, akár a Rebels-ben, mert mondjuk uh, arra felé nem tettek kitérőket. őket, egy nagyon-nagyon durván összetett és merő karakter a, gyakor a Star Wars gyakorlatilag, Univerzumban. Gyakorlatilag a Expanded Universe 35 éves történetében a legfontosabb karakter szerintem ami, ami létezik. És így a több millió rajongónak az egyik kedvence. Szóval az, az azért nagy, nagy, zsák lesz, amit nyakba kell venni. És ugye film egyébként ugye már tudja, hogy hogy kell kezelni, mert ugye a Rebelsben vissza, visszatért ugye az adminális. És ugye folyamatosan konzultációban voltak, ugye Timothy Cánnal, ugye a karakter kitalálójával is gyakorlatilag atyával, aki most írt megint négy könyvet róla. Yeah. Disney rájött, hogy az admirális az jó, jó biznisz, és így az nekünk kell. Timothy Zahn szerintem jobban ismeri throne ezen a ponton, mint Ingen. saját magát. De ugye Valószínű. Timothy Zahn egy olyan író, akinek egyébként nagyon sok ikonikus karaktert köszönhetünk a klasszikus expanded universe-ből. Akár yeah. uh, Mara ugye, aki luke a felesége volt abban a kánonban, meg a keze előtte, ugye? Azt ne felejtsük el, vagy, vagy Talon Kárdét a csempész információért, és még másokat is. Úgyhogy sztrón is az ő kreálmánya, és én kifejezetten örülök annak, hogy behozzuk őt ebbe a, ebbe az univerzumba is, mert ugye nagyon sokszor szoktuk nézni Hello Gridót a youtube on és nagyon szimpatikusnak találom a véleményét. Ebben az egy dologban nem értünk egyet vele, hogy ő mindig azt mondja, hogy csakúj, 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 csakúj ami jöhet és ami, ami, király a Star wars -ban. Hát uh, mi abszolút felzabálnánk thrawn hogyha bekerülne ide az élő szereplős dologba. M már abba a két évadban, amit a Rebels belenyomtak, abban imádtam minden egyes megbozdulását a jó admirálisnak, szóval igen, ő, az egy ő, egy, olyan pont, amit amikor a Disney arra hivatkozik, hogy nincs uh, matéria, amiből anyagot csinálják, tartalmat csinálják, akkor úgy vakarom a fejemet, hogy what the fuck are you talking about? De nincs! nincs. <laughs> Hogy Mert... Miért, Miért? srácok? O -o -o, tényleg ott van több tízezer vagy százer oldalnyi Expanded Universe cucc, amiből van kiváló is. Igen, persze van szemét is között de nyilvánvalóan, de van, ami meg zseniális. És abszolút bele lehet illeszteni az új kánonba is. Igen. És ha bele lehet, akkor miért ne tegyük? Tehát ugye ez az, amit filóni szokott mondani, hogy kitalálhatnék egy másik admirálist, meg egy másik kapitányt is, aki majdnem ugyanolyan, de minek, ha egyszer itt van? Igen és avval örömet okozunk a szerzőnek is, meg örömet okozunk a tábornak is. Hogy nem dobjuk ki azt a munkát, amit belefektettek abba a karakterbe. Ez a rész, tényleg ez az aszúkás rész, ez nagyon bejött nekem. Itt ezt tényleg elejétől a végéig nagyon élveztem, imádtam a látni a képernyőn, imádtam a jeleneteket Aszókával és bébiodával, imádtam a történetet, szóval tényleg ez, ez, ez leginkább ez volt a kedvencem az egész sorozatból. És, nagyon és bejött és tényleg egyébként, ha még visszatérünk egy pár mondatra a főadminálisra, a tökéletes vilen egy bármilyen Star Wars sorozatnak. Mert fenyegetést nyújt, mert kiemelkedő a, a jelenléte, amit egy megfelelő színésszel a, a képernyőn át fog jönni, szóval abban biztos vagyok, hogy tényleg, ha találnak valakit, és biztos vagyok benne, hogy filonék megoldják, mert szépen leülnek majd szánna, és így lapozgatják a képeket, hogy, hogy ki lesz. Uh, mert ugye a hang az már megvan, mert a hangot már megtalálták, és ugye egyébként a fizimiskára sem lenne rossz egyébként, ugye Skalgard, ugye a az admirálisnak, szóval a, sikerül megböködni egy kicsit, hogy nem lenne kedved én játszani nálunk az admirális pár rész, rész sziga élőszereplőbe, és az nem lenne rossz. De hát na, majd meglátjuk. És akkor mentünk tovább, ugye, jött a tragédia nevezetű epizód, ugye a Titanon, ami szintén ugye a régi kánomból egy kicsit így visszahoz, ugye a, a, mi az, a az Old Republic online játéknak volt ugye a kezdő bolygója, mint az első Jedi bolygó, ugye a Titan, Szóval... Itt jegyzem meg, hogy a régi kánonban volt pár első Jerry Boy Szóval ez variálódott, hogy éppen mikor melyik I volt az. Igen, ez előfordult a sziteknél is, srácok. Szóval a, amikor uh, ugye most ugye az új uh, bolygó, az az Exagol, az volt már előtte különböző dolog. Szóval ugye a koriban ugye a leg legismertebb talán a rajongók szemében, de volt hat másik is. Volt a Zioszt, meg még pár Itt, ne, Még pár, ugye. Csoda, igen. Meg igen. maga a Malakor is, ugye, ami ugye már szóba jött, szóval vo volt pár abból is. Voltak gondok a Káronnal, igen. É, igen, voltak. De arról már beszéltünk nektek egy jó, <laughs> jó időt. És ugye a Titanos részben, miközben Baba Yoda, mm, ott a kültetején, megkaptuk Boba Fettet, aki ugye már kameózott egyet az első résznek a Igen. legvégén. És akkor Boba Fettel abszolút úgy vagyok, mint most az első Goldberges visszatéréssel pár évvel ezelőttről, hogy mindent visszavonok, amit mondtam, mert ez, amit itt megcsináltak, az valami zseniálisan király volt. Szóval tényleg, ahogy megjön Timura Morrison, és, izé, és közül, a páncélomat akarom. Ami az apámén volt előtte. <laughs> és vissza fogod adni nekem a páncélom. Meg ugye a, az, az, az első párbeszéd is, amikor ugye, ugye, a páncélért jöttem. És akkor mondja a mandó, hogy hát csak a holtestemről húzhatod le. Nem kell a tied! A sajátomat akarom! Zseniális volt. És ugye mellé ugye, meg ugye láttuk a backstage felvételeket arról, hogy gyakorlatilag ugye azért kapott Boba Fett ugye Gaffi botot, mert ugye Morrison kérte. Mert ugye, hogy ő egy uh, Mauri. És ugye gyerekkorával kezdve a maori harcművészetre tanították, amiben egy hasonló bot van. Igen. És eltáncolt egy hakát John Favreau-nak. Igen. Zseniális. És ezek után elkezdte gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne ezt bereilleszteni Boba Fettnek a harcmodorába. És egyébként zseniálisan nézett ki, ahogy ugye Boba Fett ütlegeli a rohamosztagosokat a, hogy hívják, és ugye itt megjegyeztem a live-ban, hogy végre a roma úgy néztek ki, mint egy kibaszott katonai alakulat, <laughs> mert taktikát alkalmaztak, rendes mozgást alkalmaztak, az más kérdés utána lelettek gyakor, de ez a vilennek a dolga? Hát Boba Fettnek a kapcsán én meg ugye azt említettem meg a live-ban, hogy bírtam ezt a bedeszkedést tőle, tehát jó, ez merő volt, de elbírtam volna viselni, ha Boba egy kicsivel nagyobb seggfej így. Igen, igen, Így karakterként, emberileg. Igen, ezt sokan felhozták a neten is, ugye, akár Grido is, meg ugye a Star Wars Explainers csapat is mondta, hogy hát azért Bobát nem így ismertük meg sem a Clone Wars-ban, sem a későbbi képregényes cuccokban, amik megjelentek, mert Boba egy pöcs abszolút, ugye egy hatalmas csíppel a vállán, ugye, hogy a minden idők egyik legjobb fejvadászának a gyereke, aki egyben klón, meg minden, szóval azért Boba, Bobából csináltak egy rettentően komplex karakter, ahhoz képest, hogy 18 perc screen time -a van az eredeti ótában, szóval Filonék megoldották, hogy Boba érdekes legyen egyébként, abszolút. Ö, szóval, és ugye itt azért eltelt 5 év azóta, hogy Bobát lenyelte, ugye a Skarlak, szóval ott valami történhetett, amit egyelőre nem tudunk, majd valószínűleg ugye a Book of Boba Fettben, ami az utolsó rész eh, csattanója volt, majd többet fogunk erről megtudni, vagy nem. Hmm. Uh, igen, én is ezt gondolom, hogy Bobát egy kicsit uh, túlságosan is direktbe, egyenesbe egy ilyen fókuszált, uh, uh, célorientált emberként odarakták, aki egyébként még tisztességes is mellette a maga igen, 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 És ezekkel a magában nem, nem, lett volna gondom, csak egy, egy kicsi segfejt raktak volna bele. <laughs> egy nagyon picit. A szarkasztikus humor az meg volt, szóval az, az kifejezetten jó volt egyébként, csak, csak egy picivel több segfej kellett volna, igen. Egyébként én ezt a Titanos részt megint untam. <laughs> Mm, igen, megint egy kicsit akció heavy volt szóval megint kevés volt benne a, a, a maga a karakter dráma inkább ugye skin dráma volt rajta, inkább ugye jelenet dráma volt benne de hát a vegyes volt, szóval meg volt benne abszolút a veszélyérzet és utána megkaptuk ugye a, a Dark Troopereket is a végére, ami szintén ugye az EU-ból került vissza <laughs> visszacsempíztük a Dark Trooper programot is elképesztő Uh, és ugye a Dark Trooperek ellopják uh, ugye Grogut. Meg ugye, amint teljesen meglepődtem, ugye, hogy a Disney megint húzott egy olyat, amit mondjuk a Last jedi is meghúztak, aztán ugye visszafordították a izében a Skywalker korában, gyönyörűen elpusztították a Razor Crestet. Nem tudom, hogy mire gondolsz a Last Jedi. Amikor ugye Kylo szétszúzza a sisakot. Ja? Igen. Megmondom őszintén, ez a rész tetszett talán a legjobban a, a hatosban, hogy a resource questet felrobbantották, mert oké, okay, végre valaminek vannak következményei. Igen. Ugye az, azért ugye ez a sorozat is olyan volt, hogy a, a főhősök azok elég nagy biztonságban voltak a, eh, Igen. <laughs> az jelentek meg a rajtaütések során, tehát nem igazán lőttek le senkit a, a rossz fiúk az egész évadban, és akkor oké, okay, itt volt valami, hogy akkor legalább a hajót megsemmisítik, és, és, és tényleg e, e, történik valamilyen dolog. És persze ugye elvitték Babajodát, amire mondhatjuk egyébként, hogy karakterdráma volt. Hmm. Igen. A, hogyha, hogyha megnézed a résznek az egészét. Majd erről is fogok később beszélni, de önmagában, hogyha racionálisan nézem, akkor ez, figyelmevé vagy ugye az egész rész arról szólt, hogy a mandó próbálja megvédeni a, a kövön spiríző babajodát, és aztán a végén elviszik a dark, dark trooperek ez, ez, ez karakterdrámának a szint. Mm, igen. Nevezhető. De egyébként maga a rész így nem rezonált velem, különösebben a Razor's Crest elpusztítását leszámítva. Mm-hmm. Én csak a, a Star Wars márkból úgy jön ki belőle, hogy még mindig egy kibaszott kicsi hajója van a moffnak. Legyen kicsi hajója egy moffnak. <laughs> És akkor utána bele is benyugjuk pár részek később, hogy nincs teljes személyzeten, ugye? Ugye az Ark International uh, Light Cruiser. Szóval. Miért? Egy moff, Baszd meg, legyen már egy kibaszott csillagrombolója! Lehet, hogy csak kinevezte magát Moffnak, mint a klasszik Á, a, ha, a hadurak ebben a korszakban. Igen, ez az, amire egyébként gyanakodva. gyanakodom, mert ugye Gideonról ugye kiderült, ugye, hogy ugye a Birodalmi Biztonsági Szolgálatnak volt a tisztje, és ugye, hogy, hogy kegyetlen meg minden. Szóval én is ez, amire egyébként tudok gondolni, hogy hát ő nem teljes jogú Moff volt a Birodalmat. Igen, és ugye Filoni mondja, hogy a klasszik érából, a klasszik kánomból, a legendsből nagyon sok mindent akarnak visszahozni, és ugye tényleg, ahogy mondtam az előbb, ez az időszak a Star Wars-nak a legends érájában pontosan erről szól, hogy van egy csomó önjelölt hadúr a birodalom maradványából, amelyek egymástól függetlenül mindenféle különböző tervekkel próbálnak meg valahogy hatalmat kicsikarni maguknak. Meg és keresztül. egyébként ebbe a képbe Gideon teljesen bejegyik. tökéletesen, persze, meg ugye, hogy keresztül húzni az új köztársaságnak a, a dolgait, abszolút egyébként, meg ugye, amit euh, például mondtak, hogy a külső gyűrű az az új, új köztársaság főhatás alatt van. Névleg. Ugye? Mert ugye az új köztársaságnak az egyik legjellemző pontja, hogy kurva kevés hajójuk van, és mindig baszakodnak avval, hogy hova küldjenek hajót. Uh, akkor jött ugye a következő epizód, ugye a, a hívő, ugye a believer, uh, amit úgy egyébként így több, több mindenképpen lehet értelmezni a rész alapján, hogy mire mire értjük a címet, hogy akár magát ugye a Mandóra, akár ugye a, a birodalmi parancsnokra, aki a finomítóban van, vagy ilyesmire. De ugye ez is egy érdekes rész volt, szóval így, Kicsit megmutatta a másik szemszögöt, ugye, hogy milyen a birodalmi maradványnak a szemszöbéből látni a dolgokat. Ugye, avval hogy gyakorlatilag, ugye, miután kiszabadítják, ugye, ugye Mayfieldet, a, mi az a bontó bontótelepről, ugye, Fightereket bontanak, meg minden szart, ugye, a régi háborúnak a, a, a alkatrészeit. Ahogy ezt egyébként látjuk, a Star wars eléggé visszatér, mert ugye, a, a két Uh, ugye a két trilógia között meg pont azt látjuk, ugye, hogy a klón uh, háborúnak a maradványait takarítják el ugyanígy, csak a birodalom rabszolgákkal, meg ugye ugyanígy bűnözőkkel. Uh, szóval, és akkor utána ugye elmegyünk arra ugye a morákra. A morak is valahol volt már, szóval az is valahonnan így, a háttérból csönget valami kis csengőt, hogy ezt is hallottam már valahol, csak nem tudom hova tenni. Uh, és ugye egy, be kell jutni egy uh, birodalmi finomítóba. Ahol ugye. Uh, Rédium. ri? Nem fogom tudom mondani. De az is az EU-ból jön. <laughs> szóval minden az EU-ból jön, srácok. És ugye megint kapunk egy mini karakterdrámát, ugye, hogy be kell jutni a finomítóba. Csak ugye, Kara ugye volt. Uh, uh, mi, az, soktru, uh, bi, mi az lázadó sok tróper, ő nem mehet, ugye, mert van egy gyönyörű, hatalmas, te itt ugye egy birodalmi embléma. Ugye a fejvadász csajt azt ugye körözik a birodalomban, és akkor a kedvenc mondatom az egész évadban, amikor így ránéz ugye Mandó Fetre, hogy te Fett, jössz velem? És hogy hát fogalmazzunk úgy, hogy felismernék az arcomat. A legjobb humor az egész, az évben. Az egész leg Legjobb mondat volt. Nekem ez a hetedik epizód talán a második kedvencem az évadból, és ez nagy részben betudható Mayfeld karakterének, aki egy sokkal színesebb figura volt, mint az átlag a, a Mandalóriban. Tehát akár a szövegét tekintjük, akár a hátterét tekintjük, ő nekem elvitte ezt az epizódot teljes egészében, és az a poén benne, hogy a színész, aki eljátsz a valójában utálja a Star Wars. <laughs> Hát, na, találkoztunk már ilyennel. Szarvaszálik, Ginisz. Guinness. Guinness, <laughs> <laughs> Igen, szóval, hát, na. De kifejezetten jól sikerült a rész, és akkor uh, tényleg a, 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 a hihetetlen feszültséggel, amikor ugye be kell jutni, mint amikor ben vagyunk, már, ahogy hívják, van, ugye a finomítóban, uh, és ugye a tiszti kantinból meg kell szerezni az információt, hogy hol van Gideon hajója, és ugye, hogy a a birodalmi tisztel, ugye, aki a parancsoki parancsoka volt, ugye, Mayfieldnek, és avval az egész párbeszéddel. Azt a faszit nagyon jól castingolták. Olyan üthető a pofája volt annak a birodalminak, <laughs> hogy hihetetlen. Igen, mert iga a igazi rossz tiszt feje volt. Ez a tipikus az, akit utálsz, mert nem ért a dolgához, és ugye mellé még ugye ez a birodalmi fanatikus vonal is előtt, ugye az Operation Cinderrel, ugye ahol ugye, Palpa, ugye az Operation Sintra, aki nem tudja, az Palpatine-nek a vészterve volt arra, hogyha mégiscsak legyőzik, mármint, hogy nem tudják őt megvédeni, és ugye megölik, akkor ugye a birodalom nem elég erős arra, hogy túlélje őt, és ugye ezért különböző orbitális állomásokról porra égetett egy csomó birodalmi világot, és nem érdekelt a, ugye, a halott az, hogy rengeteg birodalmi életét veszti ebben, és ugye a jó tisztünk meg ugye rettentően büszke volt erre. E, igen, tehát az egyik dolog, ami kifejezetten tetszett ebben a, a részben, az ugye mélyfeld, amikor mennek az izével, e, azzal a szállító kocsival előadja ezt a filozófiát, hogy ja, valaki úgy is uralkodik, most, hogy ez köztársaság vagy birodalom, az igazából tök mindegy, mert valaki uralkodik, és vannak, akit uralnak és ez nagyon szépen hangzik meg minden, ahogy elmondja, de amikor ott ül szembe az ex parancsnokával, és felelvenítik az Operation Cinderella-t, meg ezt az egészet, akkor azért belőle is kibukik az, hogy oké, okay, lehet, hogy azt mondom, hogy mindegy, de ha már választani lehet, akkor ezek a gecik ne uralkodjanak. <laughs> igen, igen. Uh, ott ő volt a lélekállatom egyébként abszolút abban a mert az alapján, amit előadott az a, a, az a, birodalmi tiszt, hát ott kávé nekem is kedvem támadt volna elővenni a stukkert és beleereszteni egyet. Kurva anyád! Igen, az, az, már kicsit sok volt tényleg, szóval az már, már, már még közel volt ugye a spektrumban, ugye a First Orderhez a, az ex birodalomhoz képest. De ugye, amit a Discordon felosztak ezzel a jelenettel kapcsolatban, hogy igazából abban a jelenetben kiderült az, hogy hogy a picsába akar a birodalom visszaszivárogni egy olyan galaxisba, ahol mindenki utálja őket, mint a szart. Ja, ugye annyi pusztítást és izét zavart, meg mindent keltünk, ameddig tártkarokkal fogadnak minket vissza. És a másik... Egyébként ugye ez is klasszik jó vonás, mert ugye, ha belegondolsz, ugye a Sront trilógiában is valami hasonló van. Ugye, hogy hát ugye az új köztesület nem tud minket megvédeni, a birodalom nem voltak ilyen problémáink, akkor hívjuk vissza a birodalmat. És ugye a másik dolog, amire ki kell térni, ugye Brown Eyes, azaz barna szem. Pedro Pascal kimaxolt minden pillanatot, amit sisak nélkül tölthetett az évadban. Pedro Pascal megpróbálta meggyőzni Favrot, meg Lonnie, meg az egész disney hogy kurvára le akarom menni ezt a sisakot a következő évadban. Ugye, mert tudjuk, hogy állítólag ugye Pascal panaszkodik, hogy rettentően kevés sisak nélküli jelenetet kap, és hogy nem, nem tudja kibontaszkoztatni a színészi játékát. Na hát megkaptuk, hogy, hogy, hogy oké, van benne valami. Mert tényleg az a, a a teljes tanácstalanság, meg a teljes kétségbeesés, meg, a, meg, meg, az a mesztelenség érzés, ami átjött ugye Mandóból, hogy nincs rajta a és fingja nincs, hogy most mit kell csinálni ilyenkor, az zseniális átjött abból a jelenetből. Pascal szavak nélkül iszonyat jól eladta ezt a feelinget, tehát nem véletlen, hogy ezek meg a nyolcadik rész végén is, ezek voltak abszolút a kedvenc mandó pillanataim az egész évadban. Egyszerűen azért, mert mindent elmondott, gyakorlatilag nagyon kevés szóval, az arcjátékával, azokban a játékban, amikor lekerült óra a sisak. és ez, ez marha jó volt. Igen, abszolút. És még arra is kitérhetünk, hogy gyakorlatilag birodalom ellenes terroristákat kellett pusztítani ebben a részben, szóval ha, ha nem robbantotta volna fel Mayfield az egész kurva bázista végén, még azt is el lehetett volna mondani, hogy tulajdonképpen itt a birodalomnak segítettünk. Igen. És ugye kifejezetten jó volt az élet, amikor megérkezik a szállító ugye a, a, birodalmi hangárba, és ugye a rohamosztagosok, meg a, a short meg a többi tankszemélyzet ünnepel, meg az a tisztek, ugye, hogy megérkezett. Meg ugye, amikor megjön ugye a TIE Fighter páros megmenteni az egészet, mm -hmm. ugye, kifejezetten jó volt tényleg a másik oldalról is látni a dolgokat. Még akkor is, ugye utána megkaptuk a rettentő fanatikus részét a, a birodalomnak, ami tényleg undorító. Na az a része még nekem is sok volt. Meg ugye megkaptuk ugye a, a szeizmikus töltetet is. Igen, <laughs> a szeizmikus töltetet, amit senki nem felejt el, aki a moziban látta és hallotta a hangját. <laughs> Néztem róla egy ilyen 20 perces összeállítást, hogy emberek reagálnak rá, ugye a részre, és ugye hogy arra az egy jelenetre, és így láttad rajta, hogy ki az, aki gyerekkora volt a rajongó, mert azt, amikor meglátta azt, hogy, hogy oké, okay, Boba menekül a, izé, a két tájfeltől, na most ne, ne, nem fogjátok megcsinálni, nem fogjátok megcsinálni, kinyíl a, 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 fegyvertér, és meg fogjátok csinálni, meg fogjátok csinálni, <hállt> meg fogjátok csinálni. Meg fogjátok csinálni. <hállt> ja, ez egy elég jó rész volt. Igen, ez igen. A, ez a hetes. Az nem tudom, hogy ez vagy a, vagy a Jedi volt a legjobb, az évadból, de de kifejezetten jó rész volt, abszolút. Mm -hmm. Igen, nekem is bejött. Ez akkor jött ugye a main event, ugye a megmentés, vagy a mentőakció, ahogy akarod fordítani ugye a rescue-t. Uh, ugye avval kezdünk, ugye, hogy elfoglaljuk ugye a lambda osztályú kompot, ami pressing van akiről ugye kiderül, amit eddig is tudtunk, ugye, hogy egy Pressing egy klónozó szakember, amit ugye a vállapjából tudtunk, mert ugye ugyanaz a jel van rajta, mint ami a klónoknak van a Clone Én nem veszek mert... észre ilyeneket. É, tudom, én is szerettem. Szóval a kaminói embléma van ugye a vállapján, és ugye, hogy, hogy, mit csinálnak ugye a gyerekkel, hát ugye próbálnak ugye bizonyos kutatásokat csinálni a vérével, meg hogy segít, hát ha tudunk belőle valami érdekes dolgot csinálni. Hát egyelőre még nem tudjuk, hogy mi lesz abból, hogy, az uralkodót próbáltuk eklónozni, vagy, vagy ugye erőérzékeny katonákat, vagy bármit, de hogy ez majd valószínűleg később ki fog derülni, szerintem. Ugye azért túl nagy dolog volt ahhoz, hogy ezt a levegőben hagyjuk, szerintem. Nagyon sok minden volt az évadban, amit így megemlítettünk, felhoztunk, és aztán kicsit a levegőben hagytunk, hogy ne, majd lehet, hogy később visszatérünk rá. Igen, igen, elég sok minden. Mert, mivel ebben az éráról be, bejelentettek gyakorlatilag három más is ezért valószínűleg nem véletlen. Mm. Ugye? Csak bírja azt valaki kivárni. É, igen. Mire a Disney elkezdi futószalagon nyomni kifelé az ilyen kontenteket. És akkor utána elmegyünk egy, hát egy elég érdekes bolygóra, ami nem tudom, hogy mi. Lehet, hogy ugye megpróbáljuk ugye beszervezni ugye Koska és Bókatánt arra, hogy jöjjenek velünk, és mentsük meg ugye Baby Odát. Úgyhogy Mandó és Fett találkozik ugye a másik mandalóriakkal. Zseniális jelenet volt az is ugye a kocsmában megint. Ahol ugye a jó Mercedesünk ad egy tornédó t Boa Fettnek az asztalon keresztül. Hú, azon, azon, nagyon készen voltam. Sasha Banks tornádó DDT-t ad Boba fucking fettnek. Keresztül az asztalon! <gül> <Nagyon>. <gül> Geniális. M meg az egész párbeszéd ott, hogy, izé, hogy, te nem vagy igazi Mandalori. Soha nem is állítottam, hogy az vagyok. <laughs> meg, meg, minden. Csak ugye pont az a baj, ugye, hogy gyakorlatilag ugye Boba pár részek korábban állította, hogy az. Ugye... Igen, a Mandorak elmondta a nem óvatta be. Igen. Szóval te egy kibaszott klón vagy. <laughs> Nem közösködünk klónokkal. De kifejezetten jó volt ez a, párbeszéd, de ugye sikerült meggyőzni, ugye avval, hogy a sötét kard ugye Gideonnál van, és hogy Gideon ellen megyünk. Szóval, és akkor gyakorlatilag be is indul a, a tervezés, ugye a, mi az a doktorral, hogy hogy fogunk meg, euh, támadni egy birodalmi könnyű cirkálót. És hogy hol vannak a sötét osztagosok, meg hol van minden. És akkor a doktor itt kezdte unni a részt, van-e őrzésem? Doktor ott kezdte unni a részt, hogy elkezdődött megint a hentelés. Hogy megérkeztek az űrhajóra, és akkor puf, 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 puf mindenhol nem tudom, srácok, nekem valahogy annyira száraz és unalmas volt az akció a nagy része a Mandalóriban. Ászóka egy kicsit kivétel, amikor ő ügyködött ott az ötödik részben, de egyébként az akció nagy része nekem nagyon száraz volt. Hát megy előre itt is a négy leszeget fejű gyilkológép, és írtják a ramosztagosokat, akik csak szembe jönnek, nagyjából olyan szinten, mint a, mint a programhibás battle droidokat a Clone Wars-ban. Mettem, és, mettem. és, és, ugye a Clone Wars-ban is nagyon sok az akció, és azt mégis sokkal jobban szeretem, mint a Mandalorit. És szerintem a Clone Wars-nak az válik ott előnyére, hogy elképesztően széles a stáb. Tehát rengeteg karakterből lehetett válogatni a főszereplők közül is, az, az egy évadra vagy egy sztoriárkra középpontba állítható mellékszereplők közül is. Tehát ott, ott, nem érzed unalmasnak az akciót, mert mindig más emberek más formában, más helyen csinálják. és, és itt amikor megindult Kara, a fejvadász meg a két mandalóri, abszolút nem éreztem színesnek azt, ami történik. Tehát nagyon gyorsan meguntam az egész akciójelentet. És, és ez az egész évadra igaz, hogy, hogy az akciójelentek baromira untattak, az akció és a sztori mennyisége abszolút nem úgy arányul egymáshoz, hogy nekem az szórakoztató legyen. Kicsit sok volt tényleg az akció az egész évvel, évad, egész évadra jellemző volt azért. Az első évadban több volt egyébként a chill time ilyen szempontból, meg a, az, amiben talán gyengébb volt az évad. Valószínűleg másnak pont ezt tetszett, ugye, hogy több volt az akció, és kevesebb volt ugye a, a lovagolunk fél órát a semmiben, bár azt is untad, ugyanúgy, de azért más volt az egyensúly. Meg másfajta volt a dráma, szóval a, megint ugye ilyen finomabb nem az képbe tolt dráma ment, ugye például ugye az, ugye, hogy uh, ugye Bókatan ugye kileszögezte, hogy csak és neki adhatja meg ugye a MOF magát, ugye, mert ugye csak úgy lehet megörökölni ugye a sötétkardot. ami egyébként nem igaz, mert Rebels-ben megkapjuk, hogy ugye Savin csak szíván adja neki, neki, szóval vannak ilyen kis izék, de valószínűleg pont ez lesz a probléma, ugye, hogy az volt a baj, és azért nem sikerült egyesíteni a mandókat, mert pont így kapta meg a sötét kardot. Uh, ez, egy olyan, ez egy olyan ökörködés, mint amikor a Harry Potterben úgy lehet elvenni eh, a varázspálcát valaki mástól, hogy legyőzött párbajban. Eh, igen, igen, igen. A, nekem is az jutott egy blesszembe egyébként róla. A Dark Trooperekről meg ahogy hívjákok? A Cybermenek. Igen, a Cybermenek a Doctor Who-ból. Igen, ahogy, ahogy meneteltek, az a hang, amit kiadtak, de az egész az egész jellegük ilyen, ilyen totálisan Cyberman feelingje volt. Még a, a, még a, a zenének is. Mondának még a zenének is avval a nagyon ilyen industriál zenével, szóval abszolút az volt. És akkor végül ugye megérkezünk, ugye voltak azért kifejezetten jó pillanatok is benne, szóval amikor például ugye, hogy a Mandó majdnem elkésik, ugye, és csak egy sötét osztagos jön ki végül ugye a raktárból, és ugye az, az kifejezetten jó volt meg maga, nekem pont a párharc is, ugye a Discord nem említettétek, hogy nem annyira tetszett, ugye, mert gyakorlatilag ugye, hogy ö, egész évadban arra építettük fel, hogy sötét osztagosok ilyen hatalmas fenyegetés, és hogy izé, és semmi más nem csinálnak, csak öklöznek. de egyébként gondoljatok bele, hogy gyakorlatilag megkaptuk azt, hogy itt van a konkrétan szinte a sorozatban legyőzhetetlen főősünk, akit elpicsáz egy robot, és gyakorlatilag egy szerencsés szúrásnak köszönhetően menti meg az életét, szóval azért ennyire nem volt jobb, eh, amit csináltak a sötét osztagosok. Itt még. És ugye akkor megérkezünk a cellába, ahol ugye kapunk megint egy nagyon érdekes párbeszédet egyébként, eh, Gideonról, meg a Gideon eh, szeméről, meg az egészről, meg egy kicsit ilyen, eh, az a tipikus ilyen Hát, aki nem tudja az egész kánont, annak elmagyarázunk, hogy miért fontos is ez a lézerkard. Ugye, meg fénykard, ugye, hogy miért, miért is fontos ez ennyire. Ehm, ugye, annak, aki benne van az egész univerzumban, annak annyira nem volt szükséges, de gondoljatok bele abba, hogy a Mandalori tipikusan olyan sorozat, aminek a 80% a, a nézőinek valószínűleg még a klónvász se látta. Nem, hogy a Rebels-t, meg az réb dolgokat. Szóval, hogy csak az élőszereplős dolgokat látta, szóval ezt el kellett magyarázni. Azzal nem is volt semmi problémám. Ezzel a Dark Saber elnyeréssel kicsit van, de, de, de azzal kicsit. nem, hogy elmagyarázták. Ez kellett. Igen. És akkor ugye, ugye megkapjuk ugye a Baskar versus fénykart párharcot is a végére, amint ugye Mando azért viszonylag könnyedebben győz meg, mint a, a Dark Trooper ellen. És akkor eljutunk a hídra, ahol szintén ugye megy ez a további dár uh, szébeles dráma, ami ugye előkészít azt, hogy mi lesz majd a, a sorozat folytatása. Így, ugye, mert gyakorlatilag ugye Mandóból lett így most Mandalor vezetője, ami szintén kicsit érdekes döntés. És akkor megérkeznek vissza a hajóra a Dark ruperek, abszolút ugye Cyberman fashionben, ahogy a talpakkal megérkeznek a, a hangárba, Meglepődne, meglepődnék egyébként, hogyha a megvalósításukat nem onnan nyúlták volna Biztos. ez a sorozathoz. Biztos, ugye Filoni lenyilatkozta, hogy ugye kifejezetten szereti a Dr. Hut is, meg ugye a, a godzilla is, szóval nem lepődünk meg ilyen Igen, dolgokon. amit ugye a Clone wars láthattunk, amikor Godzilla Igen. megérkezett Coruscantra, és Zillow Zilo Beast-nek hívták ráadásul. Voltak ott is fura dolgok azért a Clone WarS. is hogy az az is hullámzó. Szóval vannak olyan filler részek, amiket nagyon unsz, meg filler árk is van benne egy-kettő, de az összkép azért kifejezetten jó. Most nézem egyébként újra, a harmadik évadban tartok éppen a Clone WarS-nál. Na jó, szóval Dark Trooperek boom, bum, 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 bum. És egyébként meg, meg, volt egyébként alapozva, mert láttam vele, hogy problémátok volt egy-kettőtöknek vele, hogy tényleg ugye, hogy, hogy, miért volt ez ekkora fenyegetés, mert gyakorlatilag azért akár egy drág túper elpicsázt a mandót, szóval ott meg egy egész osztagról beszélünk. És ugye miért kellett bevonni egy külső szereplőt ide, mert egyszerűen történetmesélés szempontból ez nem egy pad helyzet, hanem ez egy komplett teljes verthelyzet, és ide abszolút ugye a Deux Ex Machina kellett ahhoz, hogy a hőseink túléljék az egészet. Ugye, megérkezik egy darab magányos szakadt x-szárnyú a dokkoló körbe, és rettentően bírtam, ugye, amikor ugye, nem tudom, hogy Kará vagy a fejvárás, hogy megkérdezi, hogy mondja el a hiójelét ismeretlen x-szárnyú, és akkor magamba kis így megszólalt, hogy vörösötős. <laughs> és így a, a gyerek... Gideon meg összeszarja magát. Igen, Gideon meg összeszarja magát, mert Gideon pontosan tudja, hogy most milyen. <laughs> Az, tő az is zseniális volt, hogy Gideon pontosan tudta, hogy milyen. <laughs> És akkor megérkezik Luke fucking Skywalker. A Grandmaster Luke üzemmódba kapcsolva, ugye. És zseniális volt az egész jelenet. Nekem legalábbis, ugye, mert tényleg olyan szempontból, ugye Történetmesélésből tényleg ide csak egy Jedi tudtál rakni. Jó, én a szókát vártam egyébként, szóval ameddig nem jött meg az X-Skány, abszolút azt vártam, hogy majd a fog megjönni a semmiből. És majd a szóka segít. De nem, megkaptuk Luke fucking Stark, skywalker akivel megmutattuk, hogy Luke olyan, mint az apja. Egy az egybe úgy fölvet jelenettel, ahogy kiszáll a Turboliftből. Doktorból nem jött ki a gyerek. Nem. Abszolút nem. Figyelj, bejött és levagdosta a Dark Troopereket, és most ő miért jön ki belőlem bármi? <laughs> uh, Azt, az, az, te... hogy megy az, előre a Jedi, és nyisz, 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 nyisz. Nyis. Azt már láttuk párszor. <laughs> nem, nem tudom, srácok, tehát igazából ezzel az egész jelenettel egy olyan viszonyom van, hogy uh, Luke-nak kellett az életébe egy olyan időszak, amikor ő ezt csinálja és nincsen problémám azzal, hogy luke volt e, ilyenje, hogy amikor ő megérkezik tényleg, mint a Grandmaster, és e, fénykardjával hadonászva dőlnek előtte a rossz fiú. Még azzal sincsen különösebb problémám, hogy ezt megmutatták. De számomra ez a Luke Skywalker a legkevésbé érdekes Luke Skywalker, ami létezik a sorozatban. Luke balfasz, és az benne jó. Luk mindig balfasz. A régi trilógában is azt szeretem, hogy Luk balfasz, mert azok simán elfogják Kálon tárdaik az, az űr közepén. Meg ilyenek. Szóval a, a, egyébként nem, a visszagondolok az utazásomra azért nekem legtöbbször azért a Grandmaster Luke nem nagyon jön elő. Szóval én azokat ugye már nem olvastam, amiben Grandmaster Luke van. Mert amire oda jutunk, az már engem nem érdekelt. Szóval ugye a trón, a trón triológiával, meg a trónkeze trilógiával, duológiával, ugye még nem azt kapjuk meg, meg a túlélők keresésével is, meg minden. Ott még a balfaszluk van. Szóval nekem a balfaszluk a de facto állapot. Nekem look mindig balfasz. <laughs> És ezért, ezért nem volt nekem annyira izé. Tönkretette a gyerekkoromat az, hogy a. amit a Last Jedi ban látunk. Egyébként meg a filmben is a balfaszluk látjuk. Nem, nem értem ezt. Hát ugye a, a könyvekben is luke rengeteg bizonytalanság van állandóan, meg nagyon sok hibát követel, és ugye erre jön a klasszikus EU-ban a karaktere, aki meg egy óriási személyes kihívást jelent luke mert emberileg is és Jerryként is Mara állandóan kihívja őt, bár amikor éppen nem próbálja megölni, meg túllendülnek azon a dolgokon. Hogy... <laughs> yeah, igen, amikor még az utolsó parancs van, ugye akkor az még ugye Más Igen, tehát van. miután túllendülnek azon a dolgon, de például a throne dualógiában duológiában Mara folyamatosan kihívja Luke-ot a, a tévedései, a jedi kapcsolatos tévedései, meg az emberi tévedései miatt, is. És, és számomra ez a fajta Luke egy sokkal megközelíthetőbb, sokkal szerethetőbb karakter, mint a Grandmaster Luke, aki tényleg megérkezik, fogja a fénykardját, és akkor kész mindenki dől előtte, jobbra meg balra, mint a Kugli bábuk. Ne, és, és még tél... ez. Nekem például ezért unalmas, mész Windu rettentően bakker a, a, az EU-ban. Mert az meg ez! A töréspontban a... rohadtul nem ez. Jó, a töréspontban nem, de a töréspont az egy kivétel, a töréspont az valami anomália egyébként, mert máshol meg windu pont azt mutatjuk meg folyamatosan, hogy ő az meg, meg a legjobb karforgató, a mintagedi, a stb. Leszámítva ugye a vapadot, de azon kívül, ez mindenki méri magát, szóval nekem azért unalmas Windu. Szóval még egyszer mondom, önmagával nincsen azzal bajom, hogy, hogy, megcsinálták ezt a, ezt a jelenetet, és megmutatták ezt a jelenetet, mert luke az élet történetében kellett, hogy legyen egy ilyen időszak. Már csak azért is, hogy az utolsó Jerikben aztán vissza tudjon utalni erre, hogy, hogy mit gondoltatok, hogy most majd megint jövök a fénykardommal, és azt lengetve lerendezek mindenkit. Tehát luke tapasztalatból kellett beszélnie azon a ponton, és kellett, hogy legyen egy olyan időszak, amikor ezt lukkal megcsinálják. Én csak annyit mondok az egészen kapcsolatban, hogy számomra ez a Luke Skywalker nem egy érdekes Luke Skywalker. Ez egy olyan Luke Skywalker, akiről tudom, hogy létezett valamikor az idővonalában, de különösebben nem akarom látni, mert uncsi. Persze. Meg, meg uh. ha Jedit akarok látni teljes erejében, akkor olvasok Bakker a Clone Wars időszakából könyvet, vagy a Clone Wars előttről. Úgyhogy annyira nekem nem volt az egy ilyen márkót jelenet, és ami meg végképp kiveri a biztosítékot, azok azok a rajongói vélemények, hogy akkor most Luke Skywalker megváltása volt a Mandalóri az utolsó Jedi után. What the actual fuck? Egyrészt nem kölcsönösen kizáró ellentét ez nem. a luk, meg az a Luke, ami az utolsó Jedi-ben van. Másrészt 30, meg... 30 év van a két dolog között. Vagy Másrészt meg, én, én, én megértem azt, hogy nem ugyanazok a karaktervonások, meg jellemvonások tetszenek minden embernek, de hogyha megnézem akár az originál trilógia Lúkját is, Lúkot ne redukáljuk már le egy unalmas Bedeszre, aki bejön és brum, 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 brum. Lúk ja. ennél egy sokkal rétegeltebb, érdekesebb karakter számomra az az eredeti trilógiában is. Pontosan a balfassága miatt, amit említesz. Igen. Meg az hogy... önbizalom problémái miatt. Meg minden insekúsága miatt is. És aztán ugye ennek az embernek gyakorlatilag a minimális jodás, meg obivanos tréninggel a nyakában, a nyakában szakad, hogy újra kell teremteni a Jedi rendet. Persze, hogy kurva inszekúr lesz, meg gátlásos, meg minden. E, és ezek a részek azok, amelyek Izgalmasak Lukban, amelyek őt egy, egy árnyalt és érdekes személyiségét teszik. És oké, hogy most behoztuk és megmutattuk ezt a helyet, nincsen vele önmagában semmi bajom, de nem fogok rá márka utolni, mert Lukban nem ezt szeretem. Egyébként a Clone Wars időszakában lévő regényekben is azt szeretem, amikor vagy Obi-Vannak a full bizonytalanságairól beszélünk, hogy jól tanította-e. Uh, anakin vagy Anakinnak ugye a belső teljes vívódása, ami kb. A, az egész kulcsmomentuma, az egész uh, klónok támadásától kezdve a Sötét Nagyúrig, ugye ez ugye egy film, meg egy könyv, ugye, gyakorlatilag ugye, hogy hogy fogadja el magát mint Sith Lord. gyakorlatilag ugye az a kifolyása az egésznek. Uh, és nekem is az az érdekes, szóval az, amikor bakker így kapunk ilyen Jedi gyógyítókat, meg a faszom tudja milyen padavánt, meg nem tudom mit a, a, a külső űrben, meg ilyen könyvekbe, az kurvára nem érdekes. Szóval pont, pont az, amikor nem a minta Jedi-t kapjuk meg, az érdekes. A minta Jedi az baszott unalmas. <laughs> és, és, amikor mutogatnak arra, hogy Obi van a minta Jedi, Obi van kurvára nem a minta Jedi. Szóval még egyszer mondom, nem azt mondjuk, hogy ez a jelenet nem volt jó. És, és megértem azt, hogy az sokan, a Megértem azt, hogy nagyon sokan teljesen markolt rá. Én, én, nem tartozom közéjük, még egyszer mondom, mert nekem nem az az érdekes lúgban, amit, amit, itt kaptunk tőle. És ugye utána meg megkapjuk az abszolút mert amikor ugye, ugye Grogu csak áll, és tehát ott és akkor Luke mondja a mandónak, hogy arra vár, hogy az engedélyt megad. Ugye és, a... megint le... és megint lekerül a sisak. Igen. És most már ugye, ugye, itt van a karakterfejlődés ugye Vandóban, hogy most már nem érdekli, ugye, hogy van egy szobányi ember, aki látni fogja az arcát, mert ugye Bébi oda miatt megteszi. És az, egy, az egyik legjobb jelenet az egész, az egész sorozatban. Eddig. Még egyszer mondom, Pedro Pascalnak az arcát nagyon keveset látjuk, de olyankor megdolgozik a pénzé. Igen. Meg megvan a payoff. ez a payoff, hogy tényleg amikor, amikor meg, meglátjuk az arcát, akkor tényleg van a jelentősége. Jó, szóval Grogu távozik balra el amire felrobbant az internet, hogy akkor ez azt jelenti, hogy Kylo Ren meg fogja ölni. <síl> ez előfordulhat ez az eset egyébként, igen. Szóval, hogy igen, kicsit ugye az internet így, nek a gyomra így leszállt pár métert, hogy fuck. <gül> 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 én, én meg egyet rajta. Igen. Na jó. És Te akkor ám... utána jön a stáblista utáni jelenet, ugye megérkezünk Java palotájára, a tatooine mert hol kell befejeznünk az egész évadot megint, <laughs> megint a kibaszott tatooine ahol egy rettentő kövér Beep Fortuna ül a trónon, itt meg, Bip Fortuna rajta volt Jabának a bárkáján a Jerry visszatérben, ami felrobbant. Hogyan szoktél meg? Azt senkit nem érdekel. Azt sem érdekel, hogy hogy mászott ki Boba Fett az izéból, a izéből, a Skarlákból. Erre van klasszikus könyv, van benne ez téma. É, igen, tudom. Tudom <laughs> róla. Igen. És ugye gyakorlatilag ugye legyaknak ugye mindenkit a palotában, plusz ugye fenn ugye kiszabadítja a Twilek kevés ruhában lévő táncos ugye az mindig kell, és utána Boba Fett leül a trónra. És megkapjuk, hogy jön a Book of Boba Fett, mint még egy szárvásorozat a jövőben. <laughs> Mondjuk a Twilek-eknél az az alapbeállítás, hogy kevés ruhát hordanak, ez még ugye a Clone a Jedi Twilek-eknél is így volt. Lásd, Ayla Securát, aki így kirakja mindenét, ha ilyen van. Igen. Náluk ez ilyen kulturális sajátosság. Igen. Kivéve, hát, mondjuk, hé, mondjuk egy kicsit kivéve a rebels de ja. De az van egy gyerek biztos szégyelős világ is. É, é, valószínű. <laughs> ja, igen, úgyhogy ezzel most belengedtük a jó Bobát is következő szériára. Megint egy Star Wars alvilági sorozat, basszus. Na ez meg abszolút az lesz. Na látjátok, ezért várom a High Republic-os sztorit. Ja, a High republic -e kicsit más lesz, igen, az valószínűleg. Uh, legalábbis azt a sorozatot. Igen. Hm. Na jó, oh. végig, végig mentünk minden epizódon. Igen, kifejezetten. Egyébként az lett volna a terv, ezt minden egyes epizód után csináljuk meg, csak valaki később nézte meg megint az epizódokat mert nekem ez sokkal egyszerűbb izében bincsben nézni egymás után. Az első évadnál ugyanezt csináltam. Mert hogyha hetente nézek egy epizódot, azt még jobban unom. Mert annyira kevés sztori van egy adott epizódban, hogy az nem elégít ki egy hétre. Nem várom tőle a következő rész. De így, hogy leülök, és megnézek egy nap négyet, ötöt belőle, így halad azért annyira a dolog előre, hogy föntartja az érdeklődésemet. Na jó. Ezért, ezért van az, hogy én bingzsbe szeretem nézni a Mandalórit, és és nem hetente egyet, mert úgy nem tart ki az érdeklődés a következő epizódig, de ha egymás után megnézem őket, akkor azért eleget haladunk ahhoz, hogy hogy benne maradjak a a sztoriban. Hát fogalmazzunk úgy, hogy másképp éljük meg. Én, én még abból úgy szeretek sorozatot nézni, szóval kevés olyan sorozat, amit képes vagyok azonnal amikor kijön, és nem egyben megnézni, szóval az nálam elég. Leredukálok a doktorra, a trónokharca utolsó évadára, a pikárra, meg erre, mert minden mást megvárok, ameddig megjön az egész évad, és egyben nézem meg. Sok minden azért történt az évadban, sokat beszéltünk róla. E azért a hova továbbot is megkaptuk gyakorlatilag ugye a disney konferencián, ugye a, a shareholder meetingem, hogy gyakorlatilag kapunk egy milyen, hát nem Star Wars Cinematic Universe, de ilyen Star Wars Disney Plus universe így a, a, következő években, ugye összefonódó négy sorozattal, ugye a Rangers of the New Republic-kal, az aszókával, a Mandalorival, meg a Boba Fettel, ami egy hatalmas eseményben fog kultimálódni. Kulminálódni. Kulminálódni. Kulminálni. Na <laughs> Szóval egy hatalmas eseményt fogunk kapni, van egy olyan érzés, hogy a kék barátunknak abban nagyon fontos szerepe lesz, ha már így belengedtük. Igen, ez könnyen lehet. A kék barátunkat nem, nem rakod csak úgy félre valami side act-ra, szóval... Nagyon rá vagy pörögve erre a kék Igen, barátra. Igen, kék... most olvastam el mind a három kék barátunkos könyvet, szóval rá vagy pörögve a kék barátunkra. És megjött a negyedik is, szóval a kék barátunk mindig jó. Szóval így az egész évad összességéről mik a benyomások? Én ugyanannyira szerettem, ha még nem jobban, mint az elsőt. Néha sok volt benne az akció, az tény, de mozogtunk is előre annyit több helyen, hogy most már nem csak amit én mondjuk másképp gondolok, mint Grido barátunk. Ugye Grido azt gondolja, hogy neki ő azt szeretné, hogyha a kis a saját kis izéja lenne. Mármint ugye a, egy burkában lévő történet, ami, ami nem kapcsolódik nagyon szorosan az egészhez. Én meg ugye pont ebben az évadban pont azt kaptuk meg, hogy, hogy azért csak hozzákötöttük Tronhoz, csak hozzákötöttük a mandalóri dolgokhoz, ugye, ami azért eléggé szépen ki van már fejtve, akár a Clone akár a Rebels -be. Csak hozzákötöttük Boba Fetthez a sztori, csak hozzákötöttük az egész galaktikus szkelyhez, és kezdjük szépen kibontani az egészet valami nagyon piciből, valami nagyon nagyjá. Ami nekem kifejezetten tetszik. Én mondjuk szerettem a, a a, amit te mondjuk pont nem szerettél, ugye a klasszikus is, hogy, hogy mindennek volt galaktikus tétje szinte. Mert mindenben, ugye szépen retkoltuk után, a, ugye a Júzán vongok vannak a háttérben, és minden abba az irányba mutat, nálam az abszolút mindig is imponált. Szóval, gyakorlatilag egy nagyobb külső fenyegetés felé toljuk az egészet. És ugye most például olvastam ugye a három trón könyvet, abba is ez van, hogy, hogy van valami nagy, nagy külső fenyegetés az ismeretlen űrbe, ami Lurkinger Linkside, ugye, mint én. Szóval az nekem kifejezetten tetszett mindig is. Ö, nem egyébként, az nekem is bejött, hogy próbáltunk jobban kapcsolódni az univerzumhoz, mint a, az első évadban. Tehát ez, ez nekem is a pozitív dolgok között van a Mandalóri második szezonjában. Uh, és hát ugye rengeteget gondolkodtunk rajta Bártyival, hogy, hogy, hogy mi az oka annak, hogy a rajongói bázis talán soha nem szeretett még ennyire egységesen valamit, már a Pikvelek korszaka óta sem, Igen. mint most a Mandalórit, és uh, hát azért nekem is elég jelentős 20 éves múltam van a, a Star wars kapcsolatban, olvastam vagy 150 könyvet, uh, éveket fordítottam arra, hogy írjak Star Wars-t, és, és nekem valahogy a a Mandalori mégse rezonált, és tényleg ennek több oka is van. Az egyik az pont az, hogy én, én, én kevesebb akciót és több sztorit szeretnék látni. Tehát, még a Star Wars filmekkel is egyébként úgy vagyok, hogy amikor gyerek voltam, akkor persze lekütöttek a csata, jelentek meg minden, de amikor most visszanézem az epizódokat, akkor azt pont nem a csata jelentekért szeretem, hanem a story szegmensekért szeretem. És az a, a legtöbb dologgal, amit szeretek, ez abszolút így van, a sorozatokban, filmekben, meg minden hogy, hogy mindig a, a, történetet és a karakterek sztoriát ö, szeretem annyira, hogy, hogy visszanézzem érte a dolgokat, és és egyszerűen nekem ez a fajta történetvezetés, amit a Mandalóri csinál, ez nekem, ez nekem annyira nem jön be. Nem azt mondom, hogy szaras mert azt egy szóval sem mondanám, nem az én asztalom, amit csinálnak. És ugye itt jött be a kép az, amiről beszéltünk, hogy van egy elég erős videójátékos beütése a Mandalori még történetmesélési stílusának. Még az előzőről rácsatlakoznék egy kicsit, hogy Hogyha megnézed a hat Lukasz által rendezett filmet, azért ott, ott megvan az egyensúly. Szóval, hogy akár az originál trilógiában is, meg a, a prequelekben, és a prequelekben egy kicsit azért borul, de ott is, szóval, hogy, azért ott egyensúlyban van a sztori is, meg az akció jelenet is. Néha a prequelben borul a, klónok támadásban egy kicsit sok, a szitek bosszájában egy kicsit sok, de például a birodalomban is, szóval a birodalomban is egy kicsit több a, csata jelenet, mint a, a sztori de megvan az egyensúly. A Mandalorinál meg néha azt érzem én is, hogy egy kicsit eltoljuk az egészet az akcióba, és az, a, az ilyen 40-60-50-50 arány helyett kapunk egy ilyen 70-30-80-20-at az akcióba, és az néha nekem is sok. Igen, tehát nem mindig van ideje lélegezni a történetnek, Igen. meg nem mindig van idő elgondolkodni egyik-másik érdekes dolgon, amit, amit felvetnek. És, és ezt például hiányolom. És szerintem nem lehet azt mondani, hogy ennek annyira terjedelmi megkötések lennek az okai, mert a legtöbb rész kifejezetten rövid, nincs 40 perc. Igen. Tehát én, én nem érzem azt, hogy bármit veszítene a mandalóri az értékéből, hogyha rátennének még 5-10 percet, és azokat ilyen jelenetekre szánnák. Meg, meg most már ebben a korszakban, ugye, hogy a Disney nem tévére gyártja. Szóval olyan hosszúságot ad egy sorozatnak, amilyet akar. Ugye, mert nem borul semmi, mert ugye a streamingen oda szóljuk a dolgokat, ahova akarjuk. Ja. Kicsit igen, az nem is fura. Szóval hogy tényleg, hogy ez a 30 perc és 40 perc közül lövünk be egy részt, oda azért még elférne még legalább tíz. És, és pontosan ezekre gondolok, hogy... E feldobunk érdekes koncepciókat, és aztán a részeken belül nem kezdünk velük semmit, mert, mert megyünk akciózni. És ugye itt szeretnék rákötni arra, amit az előbb megint felvettettem, amit te mondtál nekem, De. eleve, hogy valószínűleg azért nem tetszik a történetmesési stílus, mert nagy mértékben merít a videójátékoknak a stílusából. Tehát kicsit olyan egy epizód, mint egy videójátéknak a pályája, egy szint egy videójátékban, amit teljesítened kell. Vagy pedig a nyitott modern világú nagy játékoknak a felépítése: hogy vannak kisebb küldetéseink, amivel adunk hozzá a fő küldetéshez valamit. Vagy egy kis információ morzsát, vagy valamit, és ugye az egészet ilyen epizódikusban kapjuk meg az egész képet. De ugye gyakorlatilag itt is ez van: egy Mandalorian epizód az kicsit olyan, hogy szükségem van valamire, egy információra, vagy bármi hasonlóra, hogy tovább menjek a következő szintre de a vendég karakter nem hajlandó átadni nekem ezt az információt csak akkor, hogyha segítek neki a mellékküldetésében. Így hát megcsináljuk a mellékküldetést, megöljük a final és akkor megkapom az információt, amivel mehetek a következő levelre. Mondjuk ez egyébként ez a klasszik is is megvan, mert hogy amikor Kardéhoz megyünk információhoz, akkor Kardé is akar mindig valamit cserébe, de az meg nem ennyire kerül a fókuszba. És ugye ez miért probléma, mert nem szeretem a videójátékokat. E, igen, a doktornál ez a probléma igen. <laughs> ugye, amikor még korábban a Discordra írtam olyanokat, hogy próbálok rájönni, hogyan fogok beszélni erről a sorozatról, anélkül, hogy elveszíteném az internetes jó híremet, mert olyan dolgokat fogok mondani, ami rettentő mód nem menő, hát például mindjárt itt van ez, nem szereti doktor a videójátékokat. Így van. Így van. <laughs> és, és aztán ott van a másik dolog, ami még ennyire sem menő. E, hogy miért nem jön át, miért nem rezonál velem a mandónak a sztoria. Mert egyébként racionálisan látom azt, hogy a mandónál mire próbálunk karakterfejlődésben, karakterépítésben rámenni, baromira adja magát ez a vonal bébi odával. Igen. Igen, hogy egy elég erőteljes apai ösztőre megyünk rá. Igen, tehát ahogy gyakorlatilag ebből a az érzelemmentes, célorientált fejvadászból előjön az emberi oldala, amit kihoz belőle ez a gyerek, bébi oda, és a közöttük fennálló törődés. Mi ezzel a baj, srácok? Papíron semmi, csak a való életben meg annyi, hogy nekem nincsenek apai osztaneim. <tosz> 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 Erre van, egy, erre van egy nagyon érdekes sztor, sztorink. ugye? Az előző barátnak volt egy két és fél éves kislánya, ezt tudjátok. E, és akkoriban néztem a lucifer A Luciferben hasonló, ugye, a főszereplő, ugye, Lucifer nem. Ugye egy ördög. Tehát ő az ördög. Ugye nem szereti az ember gyerekeket, és akkor van a főszereplő csajnak egy három-négy-öt éves kislánya. És amikor Luciferhez oda akar menni megölelni, akkor így, így eltolja a fejét, és egy Hello man child. Ugye, egy szerbusz embergyerek. Na, a doktor, így képzeljétek el! hasonló kara Szóval doktor szintén ez a Hello Man Child. Ne nyújj hozzám. De, igen, saj, sajnos gyerekek, tényleg ilyen vagyok. Tehát semmilyen apai ösztönöm nincsen. Egyáltalán nem értem és szeretem a, a gyerekeket. Tudatok el rólam, hogy én személy szerint soha nem akartam gyereket. Tehát amióta az eszemet tudom, és elég idős vagyok az, hogy ilyen dolgokon gondolkodjak, én nem akarok gyerekeket. Igazából azt is eléggé nehezemre esik megérteni, bár elfogadni nyilván el tudom, hogy más akar. Tehát, az igazából számomra ez is egy ilyen bazinagy vak volt az éleknek nevezett ö, ö, nagy micsodában. És, és, pont ezért ezt a vonalat a mondó meg bébi oda között, ezt én látom racionálisan, hogy mire mennek rá, de érzelmileg annyira nem rezonál velem, hogy semmit nem tudok kötni hozzá. És, és ez talán a legnagyobb baj a mandónak az egész sztoriával, ami engem illet a Mandalórienben, hogy az, amit ennek a maszkos karakternek a, a, a legemberi vonása, az nekem egy vak volt. És ez szörnyű, gyerekek, ez borzasztó. Igen, igen, ez fura lehet fogalmazunk úgy nagyon. És e ugye tényleg a másik, más, bocsáss meg, Mondjad. félbeszakítottalak megint. Csak annyit akartam mondani, hogy ezért kellett elmagyaráznom azt, hogy mondom, miért próbál háromszor bemenni az erőbuborékba, mert az ember néha a gyerekért hülyeséget csinál, és nem fogja föl, hogy hülyeséget csinál. <tos> <tos> És ugye tényleg, amit mondtam korábban az elején, hogy ugye még egyeseknek az volt a problémája, hogy, hogy a Mandó túl sokat beszél, nekem meg ugye a rengeteg beszéd az szinte az alapelvárás egy sorozatban. Na most ezek után kapom a két főszereplőt, akik közül az egyik egy maszkos fejvadász, aki nem mutatja meg az arcát, a másik meg egy gyerek, aki nem szól egy büdös szót <laughs> Igen. Ezt annyira nem nekem találták ki, hogy borzasztó. Tehát amikor én Doktorokat, Sherlock Holmesokat, Sheldon Coopereket, meg Tyrion lannister nézek szívesen, akkor ez tényleg a, az a véglet, ami, ami elképesztően távol áll tőlem. Egyébként én is vele, én is szeretem a dialógus cuccot. Az, az év egyik legjobb filmes élményem az a Két Pápa nevezetű ö, film, amiben Sir Anthony Hopkins játsza ugye tizen nem tudom, hogy Benedeket, a, aki a verebet játsz, nem a verebet, de aki a verebet játsza a trónok játsza a pápát. És az a film semmi másból nem áll, mint két órán keresztül ez a két zseniális színész beszélget egymásról, egyházról, meg mindenről, és zabáltam, és imádtam. És zseniálisan király volt. És nulla, azaz nulla rabakció lehet van az egész filmben, és imádtam. És az egyik legjobb filmem az évből. Mondjuk idén nem volt nagy választék filmemények terén. Nem, 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 sajnos nem. Mm. De abszolút. E, és én is néha érzem ezt, hogy jó, csak néha többet egy kicsit azért, ez fejtsük már kicsit többet ki. Szóval ugye például ugye tudjunk meg például többet most hogy mi a faszomat csinálnak a sivatag közepén mégis Vagy e, tényleg Bógatán meséljen már neki, hogy mit jelent Mandalorinak lenni, mert csak jobban tudja, mint ez az idióta vagy a meséljen a Jedikről egy kicsit. Például nem, nem azt mondom, hogy Ashoka nem bukott Jedi, csak kiugrott Jedi, de egy kiugrott Jedinek milyen gondolatai vannak a Jedi rendről. Jó, a könyvben megkapjuk ugye az Ashokában, meg más könyvekben, de azért mondjuk ezt egy élő szereplős Ashoka szájából tök jó lenne hallani. Meg, meg ilyenek, szóval tényleg egy, egy tíz perces plusz dialógus, tegyünk már vele a részbe, srácok, tényleg. Mm. Mint például hogy a, traged, ugye a, a tragédiában is. Gyakorlatilag ugye majdnem az a részvége, hogy ugye ellopják a gyereket, és Mandó elmegy, ugye a karához a segítséget kerjen. De mondjuk tudjunk már meg arról, hogy Mandó mit gondol most éppen ebben a pillanatban? Mert... A de, de tudod, mi a vicc? De tudod, mi a vicc, hogy pontosan ezek a sztori lennének a legolcsóbb jelenetek az Persze. egész sorozathoz. Mert ehhez nem kell különleges effektus, meg semmi. Be, be kell őket baszni ugye a volumba, ugye a nagy letcucba, és a két színész üzéba. Jelmezben. Szerbusz. Semmi. Ja. Szóval nekem tényleg ezek a nem nekem fekvő karakterek, a videójáték történetmesélés jelleg, és tényleg ez a szerencsétlen apai teljes hiánya, azok, amire vissza tudom vezetni, hogy hát a Mandalóri nem az én sorozatom, de szerencsére itt van a másik oldal, a Bárt fi, aki meg annak ja. elnére, ellenére, hogy vannak kritikai megjegyzéseim, mint hallottátok, azért mégis imádja ezt az egész cuccot. Van, van egy pár, de imádom tényleg, szóval az egyik leg legjobb élmény volt ez az elmúlt pár Nyolc hét ugye, amikor ugye várni lehetett olyan szempontból, hogy ma valahogy lesz pénteken, és az mindig jó. a szóval kifejezetten jó volt. Uh, ugye a magát, ugye a, a kreáló gárdát is kifejezetten szeretem, ugye Filonit imádom, szóval bármit, ami lenyiatkozik, mindent megkeresek, és elolvasok tőle, meg, meg megnézek, mert zseniális, ahogy az az ember mesél a Star wars az fantasztikus, szóval uh, Lucas nem mesél így a Star wars Lucas nem szereti ennyire a Star Wars baszki, mint ez az ember. Nagyon durva. De lukas hallgatod egy óráig beszélni a Star Wars-ról, és így jó, ez az ember megcsinálta, de különösebben nem, nem szereti. filonit hallgatod tíz percig beszélni a Star Wars-ról, és lesik az állad. De azért Lukas csak oda csempészték a forgatásra. Ja, igen. Vannak Van, is róla ugye, képek, hogy a szókával beszélget. Meg, meg, ugye, a... meg, meg ugye a kezébe nyomják baby-odát, és akkor közlik, hogy hát csak a nagy-nagy-nagy-nagy csak apja vagy. <laughs> Szóval igen, t sikerült így vissza, visszacsalogatni éknak ugye a mestert, mert ugye úgy hívja Filoni maguk között, ugye? mester és a tanítványa. Egyébként sokan aggódnak, amit hogy a Disney túl fogja szaturálni a Star Wars meg mindent. Én abszolút azt látom, hogy egyébként ebben tényleg egyébként nem kell aggódni, mert storyból egyébként annyira vékony. Szóval egyébként tényleg egy, egy ilyen nyolc rész, amit láttok, az nem sok sztoriban. Szóval ez, ez, egy könyv. Szóval ez egy könyv, amit láttok. Ami azért nem annyira vészes megírni egy évben egyszer. És azért a, a, Lucas filmnek a sztori csapata nagyon nagy. Az más kérdés, hogy, ilyen, hogy a, a az új trilógiához nem nagyon használták fel a javaslataikat, hogy meg is látszott, fogalmazzunk úgy, de azért ezek pontosan értik a dolgokat, szóval azért a Filoni vezetett csapat azért csak 15 éve ezen dolgozik. És bakker, ezek mindent tudnak a Star de tényleg. Nem, nem kell félni itt azon, hogy itt nem fog menni. És én várok minden, szóval alig várom, hogy jöjjenek az a tucatnyi más dolog, amit, amit megkaptunk az információ morzsában ugye ezt a jó CM ki is hogy aki szerint túl sok Star wars kapunk, azt még soha nem rögték ki azért, mert szereti a Star wars -t. A nördök győztek. Igen. <laughs> igen. Ez... Ilyen jó filtől ezt kaptuk meg. <laughs> igen, ez abszolút van benne igazság, igen. <laughs> Éh, van, van, ugye, a, a, megint van egy érdekes rajongói bázis, aki elkezdte azért eléggé fanyalogni bizonyos fura dolgok miatt, ugye, akár ezen, hogy a, hogy a túl sokat beszél, meg ugye, hogy a szokát vérem az a színésznő játsza, aki a hangját adta, azért mert 20 centivel alacsonyabb, mint kéne, meg ilyenek, de semmi probléma. Ugye, szóval, meg minden egyéb ilyen dolog, szóval mindig lesz ön, aki beleköd, de ha élvezed, akkor élvezd, és szar lesz, ki mit mond. Ezzel egyetértek. Én most a Clone vagyok tényleg teljesen így, vannak azért abban is bénább részek, de most kifejezetten élvezem ezt a végignézést, és tervezem azt, hogyha most tényleg eljutok a végére, akkor megnézem a hetedik évadot is végre, ami ugye éveleje óta elmaradt. Hát ugye, a Clone Wars is tipikusan olyan, hogy ahogy haladsz előre, az csak egyre jobb lesz. Nem tudom, én az első évadot kifejezetten szeretem. Á, az is jó, persze, ott a, a Jódának a baszkodásával, a három klónnal, a Toydarian. Az, az, is zseniális, persze, vannak már az elején is gyöngyszemek, de, de történetmesélésből, meg karakter szempontból, ahogy haladunk előre, egyre komolyabbak a dolgok, szóval van, van. de előre. azért. jönnek egyre nagyobb baromságok is, lásd a Mortisos sztorit. Jó, ja, az meg Lukásznak volt a pet projektje abban, ne, ne bele, az Lukasz elképzelése az erőről. Az később jó. is fog, meg fognak jönni a villek is, szóval ne aggódj. Azok is elő fognak kerülni. Bánatos leszek. Igen. Ez mi mi, mi hogy arról fogunk majd beszélni nektek, ha a doktor egyszer tényleg véget ér vele. Mert én is azt tervezem, hogy most megnézem először a Rebels-t, és utána a Clone wars újra. Szóval mindenképpen fogunk arról is beszélni nektek. És ebben lezárunk egy nagyon-nagyon hosszú, és nagyon fura, és nagyon nehéz 2020-at, vagy gyakorlatilag ez lesz az utolsó videó, ami kimegy a csatornára, minden jól megy. Ha meg nem, akkor az első videó, ami 2021-ben fog kimenni, szóval meg látjuk, de elméletleg megoldom, hogy, hogy kimenjen holnap. Majd 2021-ben is jövünk mindenféle finomsággal, akár off-topicban, ami nem wrestling, akár topicban, ami wrestling, mert csak elkezdődik a 2021-es WrestleMania szezon is, szép lassan, ami újabb fura WrestleMania szezon lesz még egy darabig, de addig is tudjátok, hogy mit kell csinálni, mindig, feliratkozni a csatornára, még nem tettétek meg, hogy megértesüljetek a legújabb videóinkról, és lájkolni a videót, ha tetszett, és diszlájkolni, ha nem. Meséljétek el nekünk kommentben az így most már összefoglaló véleményeteket, és élményeiteket, és benyomásokat a mandalóról és most nem fogunk plagolni semmit a Discord szerverünkön kívül, ahol beszéltünk végig gyakorlatilag real time-ban a Mandalori kapcsán elmondtuk a benyomásainkat és élményeinket, legalábbis én a doktor ugye később, és egy kifejezetten jó beszélgetést zajlott le a Star Wars körül e, abszolút. Azon kívül más nem plaggolok, és tudjátok, hogy mit kell még csinálni. Bízatok a doktorban, és az erő legyen veletek. És csak semmi pánik, srácok, and the wrestling is fun. Sziasztok. Sziasztok. 1